filozófiája. Podcast Ruf Tiborral és Gesztesi Mátéval. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hit Filozófiája című podcast 6. adása. Ruf Tibor itt ül velem szemben, szervusz Tibor. Szervusz, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót is. És akik figyelmesebben füleltek, azok hallhatták, hogy jellegzetes csönd van egy harmadik mikrofonnak a végén egyelőre, de már nem sokáig itt ül velünk Pajor Tamás is, szervusz Tamás. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Aki kitalálta a csönd alapján, hogy ki ül még itt, az küldje be a nevét, és kap tőlünk egy ajándékmásolatot abból a bizonyos rajzból, amit még akkor csináltunk Tiborral, amikor a Szentlélek ajándékairól volt szó. Ezt tudjuk felajánlani. Nem sokára, igen, az, hogy miért vagy itt tulajdonképpen, ezt elmondom a hallgatóknak, azért, mert nem sokára közös bibliaolvasásra kerül sor, mégpedig azt elmondjuk, hogy melyik könyvet fogjuk olvasni. Persze. Salamon példabeszédeit, nem biztos, hogy az egészet, de szeretnénk egy kicsit elmerülni benne, és úgy éreztük, hogy ehhez a dologhoz mindenképpen jó, hogyha van itt még valaki, és hát Tamás, nagyon örülök, hogy itt vagy, és ezt közösen fogjuk ezt megtenni, és ehhez tulajdonképpen egy ilyen warm-up, egy ilyen felmelegítő beszélgetés most ez, amikor is Salamon életéről egy kicsit beszélgetünk, mert ugye ott tart most a történet, nem tudom, mennyire szoktad hallgatni a műsort. Rendszeres hallgatója vagyok, módosítok rajta. Voltam egy ideig, az első szériának körülbelül a 3/4-ig eljutottam. Ott valami történt, de nem a műsorral, hanem velem. Eltört valamilyen? Nem. Egyszerűen elfordult az orientációm, de ígérem, hogy pótolom majd a kimaradt részeket, hiszen nem ezért nagyon elkötelezett rajongója voltam ennek a sorozatnak. Hát minden esetre most akkor ott tartunk, hogy 5 adás óta Dávid királyról beszélgettünk, és igyekeztünk ezt egy kicsit feltárni, vagyis hát Tibor tárta fel, én pedig figyelmesen hallgattam, és most pedig Salamon következik, mert hogy az egész évadnak a tematikája egyelőre a királyokat tükrözi, Izrael királyairól nem volt sok szó az első évadban, és aztán ez majd most egészen meglepő fordulatot fog venni, hogyha amit a múltkor beszéltünk, mindegy. De most egyelőre a példabeszédek könyve kapcsán, akkor én fel is tenném az első kérdésemet. Salamonról ugye megbeszéltük, hogy Dávid házasságtöréséből született Becsábi által, hát sajnálatos módon, miután a pár első gyermeke hát meghalt. És engem az érdekelne, hogy szerintetek hogy lehet az, hogy éppen ő lett a sok utód közül az, aki tovább viszi ezt a királyságot. Mert, és ezt is annak kontextusába kérdezem, hogy a későbbiek során, ami történt Salamonnal, annak talán részben oka volt, hogy mi a háttértörténete a család ezen részének. És hát ha valakinek terheltebb felnövekedési időszaka van, akkor felnőttként is nagyobb eséllyel alakulnak ki akár személyiségzavarok, vagy bármi hasonló. Tehát nem volt-e kissé felelőtlen döntés akár őt választani, végül is mindössze csak Izrael és a teljes emberiség sorsa nyugodott a vállán. Hát meg a szerény véleményem szerint ez a választás hozzátartozik a Biblia azon elemeihez, amiből a legtöbb van benne, vagyis az irracionális emberi ésszel felfoghatatlan tartalmakhoz, vagy közé tartozik, és rávilágít arra, hogy az Isten gondolatai jóval magasabbak a mi gondolatainknál, hiszen most sem látjuk még, hogy miért volt jó az, hogy végül is a történelem úgy alakult, ahogy, bár kétségtelen, hogy ez hihetetlen sok véráldozattal és szenvedéssel járt, de tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javára válik, és ez az igazság is nem csak egy rövid időintervallumon belül értendő, egy emberi észre átlátható
két héten, egy éven, vagy egy életen át, hanem az egész ügytörténet viszonylatában. Tehát bizonyos vagyok benne, hogy azt fogjuk konstatálni a végén, hogy jó döntés volt a Salamont választani. De mégis, hogyha egy szerény gondolatkísérletet megpróbálnék tenni, hogy mi lehetett ennek a motivációja, talán pont az, hogy azt is üzenje, hogy az Isten az idő fölött áll, tehát képes az emberek által akár visszafordíthatatlanul elrontott dolgot, és Úriás halála, vagyis megölése, és a házasságtörő kapcsolat létesítése, és az ebből származó eszerint nem tervezett, tehát ilyen módon még az is feltehető, hogy nem is Isten akaratában lévő megszülető szeméről, mégis bebizonyítani, hogy még ez a személy is tud Isten akaratában lenni, vagyis ezzel példát adni mindazok számára, akik hasonlóan számkivetett sors tulajdonosai, és reménységet adni számukra, hogy a már visszafordíthatatlanul elrontottnak tekinthető dolgok után is van újrakezdés, és a teljesen elfuserált élethelyzetbe és körülmények közé való beszületés is eredményezhet elképesztő dolgot. Hát az, hogy ebből mégis hordozott kockázatot, és sajnos ezek a kockázatok részlegesen be is igazolódtak, valóra váltak, ez meg megint egy más kérdés, de visszatérnék ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy az Isten szeretőknek minden javára válik. Tibor? Hát tényleg a Bibliának az egyik legnagyobb mélysége, hogy mondjam, nyilatkozik meg abban, hogy Salamon lett a trónörökös, aki ugye, mert erre itt eddig csak utaltunk, de hogy mindenki értse, a Becsabétől született Dávidnak, akivel viszont házasságtörés és a férjének a titkosszolgálati eszközökkel való meggyilkoltatása volt az előzménye. És Nátán próféta az, aki eljön Salamon születésekor, miután már az első gyerek meghalt, aki még abból a házasságtörésből született. És bár Becsabét most már Dávid legálisan is elvette feleségül, de az valóban elég meglepő, hogy amikor Salamon megszületik, akkor Nátán próféta, vagyis ugyanaz a próféta, aki előtte megintette Dávidot az egész ügy kapcsán, valamint ugyanaz a próféta, aki a Dáviddal kötött szövetséget is bejelentette Dávidnak, most ugyanő jön el, és bejelenti isteni kinyilatkoztatás folytán, hogy Salamont, a gyereket Isten kedvesnek és elfogadható, tehát elfogadja és kedveli, olyannyira, hogy a Jedidiá nevet adja Nátán Salamonnak, ami ugyanabból a gyökből származik a héberben, mint Dávidnak a neve, mert a Did része a szónak az a Dodból származik, amiből pedig a Dávid alak. Ugye a Dod az szerelmet jelent, az magát a személyt, tehát szerelmes, aki beszerelmesek, vagy aki szerelmes. A Dávid az szerelemmel szeretettet jelent, és a Jedidiá, abban pedig a végén a Já, az az Isten név. A Jedidiá az azt jelenti, hogy Isten folyamatosan, tulajdonképpen Isten szerelmese. És hát ezt a nevet kapja Salamon. Na most ez, nem tudjuk pontosan, hogy a Dávid mikor döntött arról, hogy Salamon lesz a trónörökös, de van egy ige, ahol amikor Adónia megpróbál a királyjá választatni és kenetni magát, amikor is megint Nátán próféta megy be Dávidot figyelmeztetni, és Becsabé, akkor Dávidnak van egy olyan mondata, hogy él az Úr,
stb. Stb., hogy amiképpen én megesküdtem neked, mondja Becsabénak, a te fiad lesz a király. Most ebből az derül ki, hogy Dávid valamikor Becsabénak tett egy erre vonatkozó esküt. Hogy ez az eskü még a Salamon születése előtt, vagy a Nátán Jedidjá elnevezése előtt már megtétetett, vagy csak később, és pont azért tétetett meg, mert a Nátán isteni akaratból jelentette be, hogy ez a gyermek Isten szerelmese és Isten előtt kedves. Ezt nem tudjuk megmondani, és hogyha legalábbis az ige alapján, más meg ugye nincsen, ha csak a Szent Szellem nem ad szilárd kinyilatkoztatást, de én nem rendelkezem ilyen ajándéka. Hogy van még egy, de ennek a hátterében pedig még egy kérdés tehető föl, hogy a Dávid ezt az esküt Becsabénak miért tette. Hiszen összesen 18 felesége volt Dávidnak, azt hiszem Becsabé volt az utolsó, a 18-dik, akiktől rengeteg gyereke született már korábban, akik amúgy meg nagyon egészséges, szép gyerekek voltak. És köztük olyan nők is voltak, mint például Abigail, vagyis Abigail, aki egy kiemelkedően eszes, okos, istenfélő, jófej nő volt. Meg ugye volt egy-két kevésbé jó választás, például Mikál, akit tulajdonképpen nem is Dávid választott, hanem Mikál választotta Dávidot. Szóval, hogy miért teszi ezt az esküt Dávid? Hát én elmögött két motivációt tudok elképzelni. Az egyik az, hogy valamiképpen a Dávid a Becsabét szerette a legjobban. És ez, hogy mondjam, ez egy, amennyiben ez nem egy pszichés, lelki, érzelmi kérdés volt, hanem egy szellemi kérdés, amit pedig a Dávid meg tudott ítélni. Később éppen a Salamon által írt énekek éneke írja azt a szerelemről, hogy az Sálhevetia, vagyis ez azt jelenti, hogy JHVH lángja, vagyis ugye mivel Isten megemésztő tűz, Salamon állítása szerint az emberek világában megjelenő ilyen szerelemérzés, az magának JHVH-nak a lángja. Tehát az gyújtja föl. Na most, ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy egy szellemi eredetű dolog, nem pedig pusztán pszichés, legalábbis akkor, amikor Istentől származik. Pont ezt akartam. Nem feltétlen származik Istentől, de bízzunk abba, hogy Dávid, aki azért egy proféta is volt, Sámuel tanítványa, és azért írt már sok Zsoltárt, meg minden, hogy azért ő ezt meg tudta vizsgálni magában, hogy ez isteni eredetű-e vagy nem, de ha isteni eredetű, akkor ez magának az Isten megemésztő tüzének a belobbanása, vagy ami megpörköli az illetőt tulajdonképpen. Én ezt gondolom, hogy ez lehet az egyik ok annak, hogy Dávid úgy döntött, hogy a Becsabétól származó fia lesz a király, de egyébként el tudok képzelni egy másik okot is, ez pedig az, hogy Dávid megölette ennek a nőnek a férjét. Na most nem biztos, hogy a Becsabé nem szerette az Úriást. Az világosan kiderül a történetből, hogy az Úriást meggyászolt a Becsabé, és ugye Dávid addig nem is vette el feleségül, amíg a Becsabé gyásza le nem telt. És én azt is el tudom képzelni, hogy a Dávid, hogy mondjam, kompenzációképpen, tehát az igazságérzetétől vezettetve mondta azt a Becsabének, hogy most kicsit így lefordít, hogy miután tönkre vágtam a házasságodat és a férjeddel való kapcsolatodat, és megölettem a férjedet, és tulajdonképpen az életedet kicsináltam, tartozom neked azzal, hogy a te fiad lesz a király. És ezért erre megesküszöm. Ugye mind a két motiváció, egyébként a kettő akár együtt is megjelenhetett, én ezt tartom egyébként a legvalószínűbbnek. Na de ez egy magánéleti motiváció. Az Isten embereinél a magánélet az nem magánélet.
Igen, csak ugye felmerül a kérdés ebben az esetben, hogy akár milyen motivációk is vezettek el, akár mindezek együttesen is, de végső soron a történet későbbi részéből azt látjuk, hogy maga Isten rátette a pecsétet erre, tehát Isten akarata nyilvánult meg, tehát a paradoxon így továbbra is fennáll, vagyis a kérdés továbbra is fennáll. Hát de nem paradoxon, ha ez JHVH lángja, de azért akkor ebben nincs paradoxon. Hát csak azért van, legalábbis számomra, akkor lehet, hogy valamit nem értek kellőképpen, mert ugye a JHVH lángja ebben az esetben egy olyan kapcsolatban gyújt fel, amelynek végig az alapja a JHVH által adott, szintén tűzben adott törvénynek pont az elmegszegésége. Hát azért mondom, hogy az, hogy a Nátán a gyerek megszületésekor egyből eljön. Tehát a Nátán személyisége egyébként az kihagyhatatlan, de erről szerintem már beszéltük mi a Dávidos beszélgetések alatt. De azért röviden összefoglalom, hogy a vége felől foglalom össze, hogy a Becsabétól születő második gyereket pedig Nátánnak nevezik el, úgy, ahogy a proféta a neve volt. Igen, igen. Ez is mutat arra, hogy az egész történetben a Nátánnak, mint a király legbensőbb profétájának óriási szerepe van, és ennek pedig van egy három lépcsőfokból álló dinamikája, mert évekkel korábban Nátán az, aki eljön Dávidhoz, és elmondja neki a Dáviddal kötött szövetség üzenetét Istentől, amely szövetség önmagában is hajmeresztő erejű, mert ugye azt az állítást tartalmazza, hogy ha a te fiaid vétkeznek ellenem, én megbüntetem őket emberi büntetéssel, emberek fiainak a veszélyével, de kegyelmemet tőlük meg nem vonom, amiképpen megvontam Saultól, akit kivágtam előtted. Na most ez azt jelenti, és ez utána végigkövethető a Dávid fiak egész történetében, hogy a Dávid fiaknál akármit csinálnak, az Isten megveri őket, de a kegyelmét soha semmilyen körülmények között nem vonja meg tőlük. Ugye tulajdonképpen Dávid, Jézus is, mint Dávid fia, ez az én koncepcióm, amit egyébként némely teológus társam azért bizonyos szkepszissel figyel, és én ezt fontosnak is tartom, hogy Jézus nem támadhatott volna föl a halálból, hogyha ő nem lett volna Dávid fia, és nem lett volna benne a Dáviddal kötött szövetségben, mert azok után, hogy az emberiség összes bűnét magára vette, neki az örök kárhozatban kellett volna maradnia. Önmagában az, hogy ő semmi bűnt nem követett el, ez önmagában őt nem hozta volna föl a halálból, ez az én állításom. Hát ez elég necces. Azért nem, mert ő a mi bűneinket teljes mértékben magára vette, és az ördög, hogy mondjam, az egy intelligens lény, azt nem lehet becsapni azzal, hogy az egész emberiség összes bűnét, amiért az egész emberiség az örök kárhozatba került volna, azt magára veszi egy ember, aki soha nem követett el bűnt, és utána 3 nap múlva kijön a pokolból, és föltámad. Ez így nem korrekt. Akkor ennek az egy embernek örökre a kárhozatban kellett volna maradnia. Mert ő a mi bűneinket teljesen magára vette, tehát nem arról van szó, hogy ő közben fenntartotta ártatlanságát, mert hogy én nem csináltam semmit, csak hát magamra veszem az emberiség bűnét, valakinek el kell vinni a balhét. Ha ő fölvállalt, hogy elviszi a balhét, akkor neki elvileg, hogyha ő nem a Dávid fia lett volna, hanem egy bármilyen más törzshöz vagy családhoz tartozó zsidó, aki a törvényben kötött szövetség hatája alatt áll, de nem áll a Dáviddal kötött szövetség hatája alatt, akkor ő neki örök kárhozatba kellett volna maradni. Az, hogy ő onnan föl tudott jönni, annak az az oka, hogy a Dáviddal kötött szövetség azt mondja, hogy ha a Dávid leszármazottak bűnt követnek el, Isten megveri őket, nem is kicsit, ezt magának Dávidnak az életében is látjuk, de a kegyelmét soha nem vonja vissza. Manasse király, Dávid egyik leszármazottja, az a Tórában leírt összes halálos bűnt elkövette, majd Isten nagyon megverte, és Babilonba vitték vasra verve a börtönbe,
ott megalázta magát, megtért, könyörgött az Úrhoz, és a Biblia mindössze egyetlen verset szentel a dolognak, mintha ez tök magától értetődő evidencia lenne, hogy, és az Úr megkönyörült rajta, és Manassé se akkor ismerte meg, hogy az Úr az igaz Isten, és visszavitte a királyságába, és újra visszaadott neki mindent, ami előtte volt, és a leghosszabb ideig uralkodó király lett Izrael egész történelmében. De nem fordítva inkább, vagy szóval számomra így valahogy érthetőbb, hogy nem azért kellett, hogy a Messiás, aki majd föltámad a halálból, Dávid leszármazottja legyen, hogy ez neki meg legyen. Tehát nem, természetes. Nem azért. Tehát a Dáviddal kötött szövetség az nem a Dávid két szép szemért kötetett, hanem az emberiség megváltása érdekében. Isten beépített egy olyan algoritmust, vagy menekülő útvonalat a szövetségi rendszerbe, hogy van egy olyan család, amiben azért nem lényegtelen, hogy ennek a családnak az ősatja Dávid, mert azért ő az egyetlen ember, akiről a Biblia azt mondja, az Ószövetség, hogy találtam szívem szerint való férfit. Ezen kívül egyedül Dávid fiáról, a Messiásról mondja azt, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ilyen elégedettséget Isten ezen a két emberen kívül senkiből a világtörténelemben nem váltott ki. Tehát mindegy, most egyébként megvitathatjuk ezt a Dáviddal kötött szövetséget, de szerintem erről már volt szó itt a podcastokban, úgyhogy én ebben nem mennék bele jobban, hanem csak azt akarom mondani, hogy ez egy hihetetlen mélységű szövetség. Hihetetlen mélységű ígéret. Tehát szikrázik az embernek a szeme, ha vagy agya, ha belegondol abba, hogy ez mit jelent ez az ígéret, ami már magának, Dávidnak is az életében megjelent, hiszen ez már ő rajta érvényesült a Betsabével való házasságtörése és a Uriás megölése után, ugyanis őt a Tóra értelmében kőkeményen meg kellett volna kövezni. Tehát az, hogy ővel ez nem történt meg, az nem azért történt, mert itt személyválogatók voltak az emberek, vagy hanem azért, mert a Nátán proféta már jóval korábban bejelentette azt, hogy a Dávid családja az mentesül tulajdonképpen a Tóra halálbüntetésének az emberi végrehajtása alól. Mert ezt jelenti ez a szövetség. Na most ugye ugyanez a Nátán, aki biztos ezt... voltak, akik azt, biztos voltak, akik azt mondták akkor is, hogy ez csak ők azért találták ki, hogy... Hát ez annyira konkrétan, hogy amikor Dávid Absalom elől menekül, és a harmadik Zsoltárt megírja, akkor ott leírja, hogy az emberek őróla így beszélnek. Ugye azt mondják az emberek, hogy nincs számára segítség Istennél. Most arra utal talán, hogy a protekcionizmust vélelmezhették. De hát amikor az Absalom, mert az Absalomról írja, hogy elhajlította egész Izrael szívét. Tehát az emberek őszintén Absalont szerették volna a királynak, és a Dávidot őszintén elkezdték utálni. És a Dávid egy ilyen helyzetben menekült, tehát ő nem csak az Absalom elől menekül, hanem egész Izrael ott áll Absalom mögött. És akkor mondja azt a Zsoltárt, hogy ugye milyen sokan vannak a rám támadva. Ugye itt a héber szöveg egyébként jobb, mint a Károli fordítás, mert a Héber szöveg, a Károli... A Héber szöveg jobb, mint a Károli fordítás. Hát de ez gyakran van így, de itt is nagyon, mert a Károli szövegből nem úgy fogalmaz, hogy sokan vannak az ellenem támadók. De a Héberben úgy áll, hogy sokan vannak az ellenem felkelők. Tehát ez egy királynak az imája, aki egy kollektív lázadással áll szemben, az egész népének a lázadásával. Ez egy nagyon kemény helyzet. És ezután a következő mondat, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. Tehát az Izrael többségének a véleménye az volt, hogy Dávidot Isten elhagyta, esetleg azért, mert tudtak a Betsabé és az Uriás ügyről, mert azt nem tudjuk meg a Bibliából, hogy ez titokban maradt-e, vagy nyilvánosságra került, de nem lehet kizárni, hogy tudtak róla. És ez, mivel az izraeliek nem értették a Dáviddal kötött szövetségnek a mélységét, mert ők a Tóra szövetségében éltek, ahol pedig ezért halálbüntetés jár,
Hát ők valószínűleg protekcionizmusként értelmezték azt, hogy a Dávid uralkodik, és amikor az Abson belázadt, és a Dávid teljesen ellehetetlenült, akkor ezt Izrael egész közössége úgy értelmezte, hogy ennek az embernek vége, mert Isten ítélete alá került. És így lehet igen megbecsülni a következő sorait a harmadik Zsoltárnak, hogy de én az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Nem félek, ott is a Károli ügyvöd, nem félek sok ezernyi néptől sem, de nem ez van a Héberben, hanem az van, nem félek a nép tízezreitől sem. Mert az Úr velem van, és a legmegdöbbentőbb az utolsó mondat, hogy én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem, stb. És akkor az utolsó kép, néhány szó pedig az, hogy legyen a te népeden a te áldásod. Tehát Dávid mindezek után megáldja egész Izraelt. Gyönyörűséges, de egyáltalán nem csodálom, hogy másnap Abszalom meghalt. Ami miatt viszont később a Joábnak meg kellett halnia, mert viszont az Abszalom is Dávid fia volt, és ezért a Dávid, ezért ő nem csak apai érzületből mondta, hogy az Abszalom ne öljék meg, hanem ő értette, hogy mi az a Dáviddal kötött szövetség, és ő tudta, hogy az Abszalom nem szabad megölni. Senkinek se. Aki egy Dávid fiút bármilyen bűne miatt megöl, az maga kerül ítélet alá, ez később is a Bibliában többször megjelenik. Ámon király például, aki ugyanazt megcsinálta, amit a Manasse, minden halálos bűnt elkövetett, de ő Manasséval ellentétben meg se tért, és végül két szolgája megölte, és utána azt olvasott rögtön, hogy és a nép azt a két szolgát, aki megölte Ámon királyt, megölte. Tehát a Dávid fiakat, ezt úgy lehet fogalmazni, hogy Isten a Dávid fiak fegyelmezését Isten a saját hatáskörébe emelte át. Nem engedi meg, hogy emberek ítéletet gyakoroljanak fölöttük. Na most, de én nem akartam ennyire elmenni az irányba, és nem is akarok ennyit beszélni, hanem csak annyit szeretnék mondani, hogy ennek a szövetségnek a mélysége az nagyon nagy. Ebben a szövetségben óriási kegyelem van. Ugye az Ézsaiás később ezt ígéri meg, hogy gyertek mindannyian, vegyetek ingyen bort és tejet, stb. Szerzek veletek szövetséget, és minden néphez szól, a Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem, vagyis megváltoztathatatlan kegyelmem szerint. És ez az új szövetség, ami a Dávid fiának a vére által köttetett meg az egész emberiséggel, és ezért van az új szövetségben kegyelem. Az új szövetségben lévő kegyelem az nem más, mint hogy egy Dávid fiú, Jézus, megosztotta az emberiséggel a saját életének a feláldozása által, a vére által, az egész emberiséggel a Dáviddal kötött szövetséget, hogy aki akar, az lépjen be a Dáviddal kötött szövetségbe. És ezért van az, hogy nincs a kereszténységben kövezés. Tehát, hanem Istennek a fegyelmezése alatt állnak a keresztények. Nekem meggyőződésem, hogy a Jézus föltámadása nem történhetett volna meg, ha ő nem áll a Dáviddal kötött szövetségben, tehát ha ő csak a Tórában kötött szövetségben áll Istennel, akkor Jézus Krisztusnak az örök kárhozatba kellett volna maradnia a mi bűneink miatt, függetlenül attól, hogy ő nem csinált semmit. Mert az ár ez. Egyedül a Dávid fiú az, aki meg tudja csinálni azt, hogy a halálos bűnök magára vételének a terhe alatt a pokolig lemegy, és onnan is följön, mert az ő számára a kegyelem soha nem szűnik meg. Tehát ő bárhonnan föl tud jönni. És ezt Jézus nem maga hasznára fordított, hogy jaj, de jó, akkor én mindenféle bűnt elkövethetek, mert nekem úgyis én mindenhonnan meg tudok térni, és mindenhonnan bűnbocsánatra tudok jutni, hanem nem tekintette ezt zsákmánynak, hanem ezt a kegyelmet, amit ő kapott, mint Dávid fiú, ezt ő az egész emberiséggel, a saját vérében kötött szövetséggel megosztotta, és ezt Ézsaiás egyértelműen előre megmondta, tehát ezek jogi értelembe vett tények. Na most az, hogy a Nátán ezt teljes mélységben átlátta,
És ugyanő az a proféta, aki eljön és meginti őt a Betsabé ügy miatt, vagyis az a proféta inti meg őt, akinek közben látása van arról, hogy a Dáviddal kötött szövetség mit jelent. Ez az oka annak, hogy abban a pillanatban, hogy Dávid kimondja azt a mondatot, hogy vétkeztem az Úr ellen, abban a pillanatban Nátán rávágja, hogy az Úr elvette a bűnödet, nem fogsz meghalni. Ezt nem tudná Nátán kimondani, ha nem ő kapta volna a kijelentést arról, hogy mi az, hogy a Dáviddal kötött szövetség. És ezután pedig, miután ugye az első gyerek meghal, mert a verés azért az megjön, tehát egyébként annak a gyereknek jobb, hogy meghalt, nem tudom, talán erről is beszéltünk, mert ugye ő házasságtörésből gyerek, született gyerek, az fattyúnak minősül, mamzernek, és mamzer. Ezért... Mamzer a fattyú, és ezért tizedíziglen sem mehetnek be a leszármazottai semmiféle közösségi istentiszteletre, vagy közösségbe. Tizedíziglen? Igen, az 400. De hát mit tett róla az a szerencsétlen gyerek? Hát most szerintem nem biztos, hogy el akarsz menni ebbe az irányba. Nem tudom, Tamás. Én nem. Maradjunk Salamonnál. Szóval visszatérve tehát, és ugyanez a Nátán jön aztán el, és jelenti be azt, hogy a Salamon kedves Isten előtt, Jedidjá, és vagy ezelőtt, vagy eközben, vagy ezután, pedig a Dávid tesz egy esküt a Betsabénak, amit vagy abból a meggyőződésből tesz, hogy most találta meg az igazit, és hát most elnézést, ez nagyon problematikus, tudom, mélységesen, és tényleg. Most nem akarom másra kenni a balhét, ha akarod, kivághatod, de a Németh Judit is azt tanítja a Szent Pál Akadémián házasság családtantárból, hogy a Dávid számára a Betsabé volt az úgynevezett igazi. Hát ez nagyon, nagyon, hogy mondjam... Meglepő. Hát megrázó nagy mértékben, és nyilván mindenki nagyon óva int mindenkit attól, hogy ebből olyan következtetéseket vonjon le, hogy akkor ezt mindenki így csinálhatja. Tehát remélem, hogy mindenki érti, hogy ebben mi az, ami egy kötéltánc. De még annyit szeretnék mondani, hogy én azt gondolom, hogy azért a kompenzáció is benne volt a Dávidban, mert ő tulajdonképpen azért másfelől meg tönkretette a Betsabé életét. Tehát ő tartozott azzal, hogy ezt a nőt kompenzálja ezen a módon. Én szerintem mind a kettő ott lehetett mögötte. Neked van kérdésed, Tamás? Hát én azt a konklúziót vontam le a Tibor által elmondottakból, megerősítve annak lényegét, de nem vitatva azt az állításának azt a részét, hogy feltámadt volna Jézus vagy sem, hanem lett volna Dávid házának tagja. Tehát azt a konklúziót vontam le az elmondottakból, hogy mindenféleképpen a Dáviddal kötött szövetség az új szövetségnek a megelőlegezése, előképe volt a béli vonatkozásában is, hogy akik ebbe a szövetségbe beléptek, azok kikerültek a törvény halálos ítéletének a hatálya alól. Én úgy szeretek pontosan fogadni, hogy a törvény halálos ítéletének emberi végrehajtásának a hatálya alól. Igen, ez valóban így helyes. Tehát én ezt summáztam. Én nem érzem magam annak ennek a kérdésnek a mérlegelésében kellően hát messzelátónak vagy felkészülnek, hogy erre igen vagy nemet tudjak mondani. Nyilván valószínűnek tűnik, de amit Jézus Krisztus ennek kapcsán történő feltámadásával kapcsolatban mondott a Tibor, de ezt mindenféleképpen én is akkor, ha így van, ha végül az fog kiderülni, hogy ez tényleg így van, akkor is nyilván ezt egy olyan a
történetbe beágyazva képzelem el, ahogy te is utaltál rá, hogy már ezért is a Dávid házában született meg a Messiás, hogy ez végül működhessen. De is Salamonnak akkor mert igazából csak erről a bonyolult beágyazódásról, vagy környezettörténetről beszéltünk, de magának Salamonnak a karaktere, az miben fogható meg szerintetek? Szóval mi is ki volt Salamon, mondjuk így viszonylag röviden kellene bemutatni? Hát ez is a történelem egyik legsikeresebb személyisége, és mondhatni az egyik legbölcsebb is, tehát Biblia tanúsága alapján az Ószövetségben mindenképpen a legbölcsebb, tehát mondhatjuk Jézus Krisztus után a legbölcsebb embere, aki ezernél is több példabeszédet írt, amik mind... 3000. Bocsánat, rosszul tudtam, 3000-nél több példabeszédet írt, ami mindegy egy ilyen nagyon mély... Hát mondjuk a 3000-nél több, az több, mint az 1000-nél több. Bocsánat. Igen, de sokkal több. Tehát mindegy egy mély, nagyon filozófikus aforizma, de több, mint filozófikus, szóval isteni bölcsesség van ezekben. Azon kívül művészi, költői szempontból is kiváló művek. Ezen kívül egy polihisztor volt, hiszen az építőszettől kezdve a kertészeten át nem utolsó sorban politikus volt, annak se utolsó, hanem pontosan a legkiválóbbak közé tartozott, az ő regnálás alatt terjedt ki Izrael határa a legtávolabb. Tehát egy szupermen volt. Sajnos valószínűleg a bukásához is ez a fajta szinte korlátlan és minden értelmet felülmúló sikersorozat is hozzájárulhatott, és én ebből azt a következtetést vonom le magam számára, hogyha a világ legáldottabb, legsikeresebb, Isten által leginkább támogatottabb és akadálytalanul előre haladó emberei vagyunk, akkor mivel emberek vagyunk, akkor is nagyon nagy veszélyben, és sőt, lehet, hogy akkor vagyunk a legnagyobb veszélyben. Úgyhogy ez azt üzeni számunkra, hogy azért valóban néha furcsának tűnik, ha azt mondjuk, hogy jók a megpróbáltatások, a kísértések, a nehézség, amin átmegyünk, de tényleg jók, mert ha netán az embernek minden sikerülne az életben, ami Salamonról tulajdonképpen elmondható, akkor hát igen-igen nagy bajba tud kerülni a végén az ember, mert egyszerűen elveszíti a realitás érzékét. Tényleg bizonyos dolgokban elveszíti a kontrollját annak, hogy magát helyesen pozícionálja ebben az univerzumban, és az is nagyon nagy tanulsága mindennek, hogy tulajdonképpen azokba a bűnökbe esett el mindezek által, amiket ő maga vont nagyon erős kritika alá a legcsodálatosabb példabeszédeiben, a paráznaságtól kezdve az istenfélelem elhagyásáig és a bálványimádásig. Úgyhogy ez megint csak arra az istenfélelemre int, amit pont ő maga fogalmaz meg, hogy soha ne hagyjuk el az Úr félelmét, és mindig jó az, hogyha ha tudjuk azt, hogy van fölöttünk valaki. És ugye ez a félelem, ez az Úrnak a félelme, az abszolút nem a nyomasztó félelem, ahogy maga Salamon is mondja, hogy az Úr félelmében erős a bizodalom, hanem ez egy olyan félelem, mint ahogy egy normális gyermek tudja, hogyha az apja normális, akkor semmi rosszra nem számíthat, viszont csak jóra számíthat az apjától. Ezzel szemben azt is tudja, ha viszont elindulna rossz irányba, rossz fát akar tenni a tűzre, akkor viszont biztos, hogy számíthat megtorlásra. Tehát ez az Isten félelem, és hogyha ezt az ember tulajdonképpen a romlott természetéből fakadóan egyszerűen figyelmen kívül hagyja pont a sikeressége által, mert sajnos ez valószínűleg észrevétlen lopózik be az emberi szívbe, hiszen ha észrevehető lett volna, akkor nyilván tetten érte volna Salamon, észrevétlenül belopózik, magunkon is ezt azért látjuk. Ha egy-két dolog már jól sikerül, hajlamosak vagyunk rá, és akkor
Ez akkor már nem észrevétlen, ha látjuk. Igen, de addig utána, viszont... látjuk, hogy észrevétlen igen, volt. Addig észrevétlen volt, így van. Így van. Hát akkor... Én most nem ezzel most zárod a sor. De csak azon gondolkoztam, hogy azt hova teszi az ember, hogy vannak ilyen ismerőseim, nagyon sok ilyen ember van, aki beleszületik egy ilyen különös családi helyzetbe, és aztán mit kezdesz azzal, hogy te valójában egy törvénytelen házasságból nőttél ki, szóval hát milyen lesz az identitás? Nem volt törvénytelen házasság. Hát nem úgy törvénytelen, de hogy az előzmények, ha egyáltalán tudott róla, hogy ez történt, aztán, hogy meghalt, ezekről nagyon nehéz beszélni, de mégiscsak meghalt a testvére akkor, aki előtte született, és aztán ő lesz a király, hogy ezek biztos Isten megerősíti az embernek az identitás érzését, de hogy ebbe hogy lehet ebből mégis egészségesen fölépülni? Ilyen, ha az ember ilyen körülmények közé születik. Ez jutott most eszembe. Hát én egyrészt azt gondolom, hogy a Nátán azért jött el a születéskor, és erősítette meg az Úr nevében kijelentésből, hogy ez a gyerek kedves az Úrnak, mert valószínűleg a Dávidnak és a Becsabénak pontosan ez a kételj zaklatta a szívét, amit te most megfogalmaztál. És ugye a proféta soha nem szól, hogy mondjam, fölöslegesen, meg Isten se. Akkor szól, amikor arra szükség van. Az, hogy a Nátán eljött, az nem egy ilyen gratuláció, hogy jaj, örülünk, hogy megszületett a gyermek, hanem ez egy Istentől való indítás, és egy az Úrtól származó közlés. Egészen biztos, hogy erre szükség volt ahhoz, hogy a Dávid és a Becsabé teljes hittel tudjanak tekinteni egyrészt magukra, a házasságukra és a Salamonra. És hogy a bűnbocsánatuk e tekintetben megvan, és hogy a Salamon nem fogja átörökölni ennek a szellemi terhét. Most, ha ez a hit nem jön létre Dávidban és Becsabéban, ugye az, hogy egy tekintélyben levő ember a tekintélyben alatta állóra, hát egyáltalán milyen szemmel néz, tehát az a szeméből hit sugárzik-e, vagy szorongás, az nagyon erősen befolyásolja az ő tekintélye alatt lévő embert. Ez még munkahelyeken, sőt az iskolákban, ugye, amikor csinálták a kísérletet, hogy teljesen azonos képességű gyerekeket két osztályba soroltak, és ugyanazoknak a tanároknak adták őket, és a tanároknak azt mondták, hogy az egyik osztály gyengébb képességű, igen. És ezért utána egy év múlva az osztály gyengébben teljesített, mert az összes tanár úgy állt hozzá, hogy gyengébb képességűek, vagyis amit a tekintélyben levő ember belelát a tekintélybe alatta levőbe, úgy is szokták mondani, hogy megírja a sorskönyvét. Az apák megírják a gyerekeik sorskönyvét. Ahogyan ők ránéznek a gyerekükre, amit ők belelátnak, ami a gyerek iszonyú érzékeny, még amikor beszélni nem tud, a tekintetből akkor is hat rá az apjának a lelke, meg az anyjának a lelke, és ha csak a szorongás, meg az aggódás sugárzik feléje, azok a gyerekek egész életükben sérültekké válnak tulajdonképpen, amiatt, ami beíródik ezáltal az ő nem csak lelki dolog, ez szellemi dolog, és a Biblia gonosz szemről is beszél például, és akkor még nem beszélve arról, hogy fognak beszélni vele. De rengeteg fiatalnak az életét teszi tönkre az, hogy a szülei túlságosan aggódnak érte, tehát nagyon szeretik, de nem hittel szeretik, hanem félelem, az aggódásról és szorongásról szeretik. Na most, ha egy gyerek a szüleit, akiben ő mindenek előtt legfőképpen bízik, félni látja, ráadásul maga miatt látja félni őket, akkor annak olyan destabilizáció történik a szem, mert akkor ő, az a gyerek magát úgy éli meg, hogy ő egy félelemforrás. Illetőleg, hogy ő egy okkal féltendő, veszélyeztetett, kockára tett, instabil lény.
És ugye ez rengeteg, rengeteg későbbi problémának oka ma is rengeteg fiatal életében. Azért, ha egy szülő a gyereket szereti, akkor mindig nagyobb hittel kell néznie rá, mint amekkora aggodalommal. Természetesen kifejezheti az aggodalmát is, de azt is ki kell fejeznie, hogy az aggodalmánál a hite nagyobb. És akkor a gyerek meg erős lesz a személyisége. Na most az, hogy a Nátán megerősítette tehát proféciában a Dávidnak és a Becsabénak a szívét és hitét, hogy ne szorongjanak amiatt, hogy ez a gyerek emiatt egy átkozott átok alatt lévő generációs átkot hordozó szerencsétlen nyomorult kibicsaklott sorsú valaki lesz, ez itt életfontosságú volt. És egyben benne van az a kijelentés, mert hát egyik másik gyerekével kapcsolatban se jött proféta Dávidhoz, hogy na ez az Úrnak a szerelmese, ami ugye a Jedidjá egyszerre jelenti azt, hogy Isten szerelmes ő beléje, meg azt is, hogy ő is szerelmes Istenbe. A szó mind a kettőt kifejezi. Úgyhogy hát a Salamon ebből a nagyon-nagyon nagy mélység, amit ugye az előbb mondtuk, hogy a történetnek van egy olyan mélysége, kicsit egy olyan szakadékhoz hasonlít, hogy az ember lenéz, és nem látja az alját, nem látja a fenekét. És bizonyos értelemben a Salamon ebből a kegyelemnek ebből a rendkívüli mélységéből született meg. Ugye a neve Slomó, az békést jelent, ami azért, aminek azért mégiscsak az alapja, hogy hát az békés, tehát annak lehet mondani, hogy a lényege, mert ugye a Bibliában a név mindig a lényeget fejezi ki. Salamonnak két neve van, ez az ő két lényege. Az egyik az, hogy egy békés, egy nyugodt ember. A másik lényege pedig az, hogy Istennel szerelmi viszonyban álló ember. A kettő pedig szorosan összefügg. És ugye a Didben, a Jedidjában a Didben az apja neve, a Dávid gyökér is el van rejtve, akinek ugyanilyen jellegű volt a kapcsolata Istennel. Tehát az, hogy aztán a Salamon sorsában egy ekkora felívelés történik, ami valóban egyedülálló még a Biblia. Tehát tisztázzuk ki, vagy szögezzük le, hogy Izrael történelmében Izrael népe, tehát négy, az elmúlt, mennyi az 2000 plusz, nem 4000 év óta, Izrael olyan áldás szinten, mint a Salamon uralkodásának a 40 éve alatt, soha nem volt sem előtte, sem azóta. Tehát az egész 4000 éves izraeli történelem csúcspontja, az egész népállapotát tekintve, ugye Salamon egész életében nem volt háború. A neve részben ezt is jelenti. Egyetlen környező nép nem mert támadást indítani Izrael ellen. Az Izrael területe, igaz, hogy Dávid csinálta meg a hódításokat, Salamon csak fenntartotta, de hát vagy a tízszeresére vagy a húszszorosára terjedt ki, hát északon elérte az Eufrát, ezt a mai Szíriának az egy harmad része, tehát gyakorlatilag az egész Dél-Szíria az Izraelhez tartozott, az egész mai Jordánia Izraelhez tartozott, az egész mai Izrael is Izraelhez tartozott, és hát tulajdonképpen Libanon az volt az egyetlen ilyen, amit nem foglaltak el, de azért, mert a libanoni király, tehát a föníciai király, a Hírám, az testvéri ilyen pozitív kapcsolatokat ápolt már Dáviddal is, és aztán Salamonnal is. Tehát nyugalom volt. Teljes nyugalom volt, irtózatos gazdagság, iszonyatos nagy áldás. Salamonnak olyan bölcsessége volt, hogy a Sába királynője, amikor eljött, azt mondta, hogy nem volt kérdés, amire a Salamon ne tudott volna helyesen válaszolni. Tehát soha Izrael történelmében ilyen csúcspont nem volt. Azt is el lehet mondani, hogy ez egyébként elsősorban nem a Salamon érdeme, hanem a Dávidé. Tehát itt a Dávid szívének és szívbeli szolgálatának az áldását aratta le Salamon. És hát tény, amit a Tamás is mond, hogy a Salamon egy bizonyos pont fölött megszédült. Hát én ennek a megszédülésnek
szintén legalább ilyen mély szellemi okait is látom, nem csak, tehát nem gondolom azt, hogy ez pusztán egy testi vagy pszichés elbizakodottság vagy kevésség volt, ez ennél sokkal több szerintem. És pedig? Hát nekem volt egyszer egy nagyon gazdag barátom, aki tehát tényleg nagyon gazdag volt, már a megtérése előtt. És azt mondja, hogy hát ő tulajdonképpen úgy tért meg, egyáltalán nem érdekelte Isten, hogy kinézett az ablakon egyik reggel, amikor fölébredt, és egyszer csak azt érezte, hogy ez mind, ez a gazdagság, meg ez az egész, ez teljes hiába valóság és értelmetlenség. Akkor még csak 50 millió forintos tőkét forgatott. Ez az a 90-es évek elején. Az... De ez akkor volt. És utána ez az ember ott az ablakba állva, 40 nem tudom hány évesen elbökte magát, és nem sokkal később megtért. Tehát ugye van egy olyan érdekes pszichológiája és egyben pneumatológiája az embernek, hogy amikor mindent elér, amit szeretett volna, akkor rájön arra, hogy ez semmit nem ér. Most ezen a ponton olyan fokú kiüresedés tud létrejönni az emberekben, tehát, hogy a Maradona mérlett kokainista. Hát meg a leghíresebb zongora művészek, stb. Híres szólisták is ezzel szembenéznek. Amit ők akarnának játszani, az nem érdekli a közönséget. Mindenki a Csajkovszki a zongora verseny, meg ezeket akarja. És... De ne, ez még ennél is sokkal több. Mert tegyük föl, hogy még azt is játszhatja, amit ő szeretne, mert annyira nagy, hogy már bármit megtehet, és az emberek csügni fognak rajta, és rengeteg pénze lesz, és minden az övé, és az egész világ az övé, és minden megvan, és minden kész, ezért ugye ők rengeteget dolgoznak, tehát az ilyen emberek azok iszonyatos hajtásban élnek, ezt egyébként a Salamon leírja magán a Prédikátor könyvében, mert az a Károli úgy fordít, hogy nem is tudom, hogy fordítja, hogy megsokasítám azért munkáimat, vagy ilyesmi, ott az tulajdonképpen a Héberből az jön ki, hogy amikor elkezdte érezni ezt a hiába valósági érzést, akkor elkezdett még többet dolgozni. Tehát az még többet dolgoztam. Tehát ki süt a Héber szövegből az, hogy volt egy munkamánia, amikor már kezdte érzékelni azt, hogy mindez az óriási áldás, ez őt nem teszi boldoggá. Hát tulajdonképpen ő nem volt még megváltás. Most valaki azt átéli, hogy a tóra összes áldása rászáll. Ez nem egyértelműen egy jó állapot, mert ebben az állapotban az illető azt is átéli, hogy és valami, mégpedig valami nagyon fontos, a legeslegfontosabb, még mindig nincs meg. Na most ez egy rendkívül nehéz helyzetet tud létrehozni. Mert... És az micsoda, ami nincs meg? Ebben a helyzetben, ha Isten minden áldással rászáll az emberre, hát mi az, nincs meg? A szív. Amit a Salamon le is ír a Prédikátorban. A szellem, ugye ott egy nagyon érdekes szó van, tulajdonképpen talán úgy lehetne fordítani, hogy a szellem kielégíthetetlen sóvárgása. Aminek lényegében az a lényege, hogy ebben a világban akkor se vagyok otthon, ha minden az enyém. Ez nem az én otthonom. Új világ mindenségre van szükségünk. Új égnek, új földnek kell születnie, mert ez az univerzum nem az otthonom. És ezt az ember a leginkább akkor éli át, amikor mindent megkapott, amit szeretett volna. Mert amíg nem kap meg mindent, amit szeretett volna, addig az az illúzió élteti, hogyha megkapnám mindazt, amit szeretnék, akkor én boldog lennék. És vannak emberek, akik soha életükben nem érik el azt, amire vágytak, amit szerettek volna, mert valami miatt.
És ezek az emberek, ezek végig abban a tudatban élnek, és talán úgy is halnak meg, hogy ha én nekem annyi pénzem lett volna, ha én olyan híres lettem volna, ha nekem akkora hatalmam lett volna, ha én olyan jó könyveket írtam volna, ha én mit tudom én olyan filmekbe játszhattam volna, akkor én boldog ember lettem volna, és akkor most boldogan halnék meg. Ez úgy illúzió és hazugság, ahogy van. Mert ezzel szemben a helyzet az, és ezt lehet látni. Ha megnézed azokat a szupertehetséges embereket, akik óriási szorgalommal és energiabefektetéssel elérik azt, amire vágytak, és utána az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, kokainisták lesznek, az őrület határán élik le a hátralevő életüket. Lehet azért nem mindenki. Hát nem mindenki, de csak az nem, aki azt az űrt, ami föllép akkor, amikor mindent elért, és szembesül azzal, hogy ez mind hiába valóság. Mert ezeket írja meg, hát én most nem hasból beszélek, hanem a Prédikátor könyve alapján, ami a Salamon időben utoljára írt könyve a halála előtt. Ott ő ezeket a neki adott teljes bölcsesség átlátó képességével megfogalmazza és közli, hogy minden, ami a nap alatt van, az hiába valóság, és a szellem hiába kielégíthetetlen sóvárgása. A szellemnek az üldözése, kergetése, ezt jelenti a héber szó. Van olyan fordítás, a némely angol fordítás, szélkergetésnek fordítja, mert ugye a ruához közben szelet is jelent. És tényleg mind a kettőt említi. Olyan értelmetlen az egész, mint a szélkergetés, de közben a szóban az is benne van, hogy a szellemnek ez a kielégíthetetlen sóvárgása, és az azért van, mert a szellemünk az nem ebből a világból származik. A szellemünk ebben a világban soha nem tudta otthon érezni magát, és soha nem is fogja. Ezért teremt Isten új világmindenséget. Én nekem meggyőződés, hogy amikor Ézsaiás bejelenti, hogy Isten új eget és új földet teremt, tulajdonképpen ott válaszol ő a Prédikátor könyvének. Tehát a Prédikátor könyve teszi föl a kérdést, hogyha a nap alatt minden értelmetlen, mert ezt állítja, tehát ez a Hevel szó, ez ezt is jelenti. Ha a nap alatt minden értelmetlen, akkor nagyon nagy baj van. És erre Ézsaiáson átjön meg először a válasz, hogy a válasz az, hogy Isten új eget és új földet fog teremteni, ahol a szellem otthon fogja magát érezni. Az a hazánk. Addig nincs hazánk. Még az 1000 éves királyság se a végső hazánk. Azért lázadt föl a végén az egész emberiség. Szép mesét lehetne írni arról az emberről, aki elment, és meg nyomába eredt, hogy honnan, hogy a cél honnan jön, vagy hova megy. Ezt elindult megkeresni. Hát mindegy, megírhatott Tamás. Hát tulajdonképpen Salamon maga írja le azt, hogy a Prédikátor könyvében, hogy ezt a fajta keresést végigjárta, tehát kipróbálta a gazdagságot, kipróbálta a hedonizmust, kipróbálta az asszonyok szépségét, mindent kipróbálta. Munkamánián. A munkát is kipróbálta, így van. Az esztétikai szépséget, szóval minden. Bölcsességkeresés, azt is besorolta végül is a hiába valóságba, ami tulajdonképpen teljesen összhangban áll az új szövetség által mondottakkal, hiszen a Korintusz levél első részében azt olvassuk, hogy e világnak a bölcsessége az bolondabb, az hitványabb az Isten bolondságánál. Az Isten bolondsága bölcsebb, mint a világ bölcseinek bölcsessége. És hát ugye ő ezt a nap alatti dolgokról állapította meg. De hát ugye az a csodálatos, hogy az új szövetség aspektusából meg már minden más, mert ugye mi vettük a kegyelmet, és mi nekünk a mi látásunkat már mindenképpen bearanyozza az üdvösségtudat, amit János úgy fogalmaz meg, hogy aki hisz
Jézus Krisztusban annak bizonyságtétele van önmagában. Szóval innen visszanézve tulajdonképpen, és ez egy nagyszerű és jó hír, nem is igazából tudjuk már átélni a hiába valóságot. Maximum arra tudunk visszaemlékezni. De hogy mondod, hogy aki hisz, mit mond a János, hogy aki? Aki hisz Jézus Krisztus, aki hisz ő benne, annak bizonyságtétele van önmagában. Tehát ez mit jelent? Ez az üdvbizonyosság. Ja. Üdvbizonyosság. Na most a maximum úgy tudjuk felidézni a hiába valóság állapotát, hogyha visszagondolunk arra, ami a megtérés előtti lejátszódott bennünk, hiszen akkor valamennyiünkben valami olyasmi játszódott le, ami végletesen és megrázóan döbbentett rá bennünket arra, hogy ennek így semmi értelme. És ezért tudtunk megtérni. Mert volt hova megtérni, és hál' Istennek nem csak megtérni, hanem újjászületni tudtunk, és ez a kulcs, mert az újjászületés által már ez a hiába valóságérzés eltűnik. Persze néha... Hát mondjuk én egyébként ezzel vitatkozni. Most akartam még kiegészíteni ezt az állítást, azzal, hogy valóban időnként mégis ennek ellenére kísértésként, vagy hazug, hamis életérzésként megjelenik. Toljuk oda, hogy nagyon nem ugyanabban vagyunk. Miért? Szerintem az az igazságnak a szellem legmélyéről föltörő szava, hogy én itt nem vagyok ott. Ja, bocsánat, nem erre gondolok, akkor félreértettem. A szellemem belsejében van, már megvan a remény és a hit. De hogy ez a világ ugyanolyan értelmetlen és hiába való maradt, mint amilyen volt. De akkor te félreértettél most engem, jó, én nem ezt akkor mondtam. Fejtsd ki jobban. Én nem ezt mondtam, hanem pontosan azt mondtam, hogy persze, nyilvánvaló, hogy ebben a pillanatban is úgy gondolom, hogyha most feltételes módban elképzelem, hogy nem lenne üdvösségem, hanem Isten őriz, hanem csak az lenne számomra, hogy teszem a dolgomat minden nap, ez néha egyébként gondolatkísérletképpen lejátszódik bennem csak úgy ösztönösen is, akkor egy borzalmasan kietlen, borzalmasan elviselhetetlen, és borzalmasan értelmetlen cselekmény halmaz közepén élnék, és valószínűleg már nem is élnék pont emiatt. Tehát ezzel maximálisan egyetértek, hanem azt mondom ezzel, hogy az újjászületés után megjelenik az emberi szívben ez az eljövendő világ, amelyel, ha kellően hitben járunk, és jó szellemi állapotban vagyunk, és tudunk figyelni az Úrra, amikor nem akkor is bennünk van, csak akkor mi nem vagyunk a helyzet magaslatán, nem kellőképpen van a szellemi orientációnk ráhangolva erre, de ez akkor is bennünk van, tehát ez nem szűnik meg, mert ez egy örök szövetség. Na de amikor viszont ezt magunk előtt látjuk, ahogy mondja Dávid, magam előtt láttam az Urat, akkor szinte mindegy, hogy mi van a világban, és ez most nem túlzás, hanem tényleg, hanem akkor tudjuk, hogy mi oda vagyunk menendőek, mi részei vagyunk már egy másik világnak, ezt senki nem veheti el tőlünk, és ebben viszont teljesen eltűnt a hiába valóság érzése, és arra mondtam, hogy néha hamiskásan mégis megjelenik, hogy amikor elhomályosul ez előttünk, nem erős a szellemünk, vagy külső nyomások, vagy saját kétségeink, megingásaink. Vagy túl erős a szellemünk. Hát akármi okból, most nem tudom, mire gondolsz, most szóval befejezem gyorsan, amit én gondolok, mert csak egy mondat jelzik. Ezt akkor írjuk fel, hogy a Tibortól ezt meg kell kérdezni. Nem kell felírni, mert mindjárt befejezem, és akkor folytathatja. Tehát, hogy én erre gondoltam, hogy amikor valami kizökkent bennünket ennek a csodálatos valóságnak és mindennél fantasztikusabb gyönyörűségnek a belső látásától, a vele való kapcsolattól, akkor most is ránk telepedik a hiánybalóság, és pont érzése, de nyilván az ember, mivel már tapasztalt, tudja, hogy ez nem a abszolút valóság, hanem ez egy érzelmi, gondolati,
stb. Stb. Átélés. De ezt muszáj az ateista hallgatók miatt is megkérdezni, hogy amikor erről ilyen szenvedélyesen beszélsz, hogy ez a csodálatos gyönyörűség, és ez a mindennél jobb dolog, hogy ezt ilyenkor átéled, megjelenik benned, vagy hogy ez nem csak egy ilyen, egyfajta életösztön, ami az örökké valóságot törni látszik. Én szerintem minden újjászedett keresztény ennek a függőségében él. Én ennek a függőségében élek, most csúnyát fog mondani, de legalább annyira, mint régen a kábítószer függőségében, és a különbség persze az, hogy nyilván az egy pusztító és ördögi dolog volt, ez pedig az Isten ajándéka, de az az érdekes, hogy mivel a világ az nem egy, ez a világ valóban hiába valóság alá vettetett, és rengeteg rossz dolog van benne, ez az állapot nem egy ilyen konstans örömmámor ráteszi a hívő életet, hanem valóban ezért nagyon megpróbáltatásokkal teli állapot, amiben az ember folyamatosan szomjazza ennek a valóban időnként egészen csodálatosan megtapasztalt gyönyörűségnek a folyamatosságát és újbóli megtapasztalását, amiről ugye mondja is az ige, hogy a belső ember, a külső megromol, a belső ember az napról napra megújul. Néha az ember mégis úgy éri át, mintha úgy besötétülne az ég, mintha minden eltűnne, ami ezt a gyönyörűséges eljövendő világot számára biztosítja, de hát még egyszer mondom, ezek életérzések, és a hit pont abban áll, hogy amikor minden gondolat és érzés ellent mond annak, amit viszont az Isten igéje kinyilatkoztat, meg amiről már én is kaptam exakt és sokszoros, nagyon sokszoros megtapasztalást, akkor is tartsak ki, és ne, és igyekezzek a figyelmemet újra egyrészt az Isten igéjére, másrészt a bennem már sokszorosan megpecsételt bizonyságaira, illetve a világtörténelemben véghez vitt nagy tetteire irányítani, mert ebből újra meg tud újulni a hitem. Bizonyos szempontból teljesen egyetértek a Tamással, de bizonyos szempontból meg nálam azért máshol vannak a hangsúlyok, mert én nem gondolom, hogy az puszta kísértés, vagy valamilyen zavar a Mátrixban, hogy az ember keresztényként is átéli ezt a hiába valóságérzést, mert nem a saját szellemem hiába valóságának az érzését élem már most már át, újjászületés után, de a világnak a hiába valóságát, azt legalább ugyanolyan mértékben átélem, mint előtte, csak az a különbség, hogy most nem úgy reagálok rá, mint József Attila, hogy a vonat elé vettem magamat, mert egyébként, amikor ugye különösen őszinte emberek a világban Szentlélek nélkül és megtérés nélkül, de ugyanakkor a saját ugye illúzióik felszámolására törekedve becsülettel szembenéznek ezzel a hiába valósággal, az egy elviselhetetlen állapot. Abban nagyon sok ember már, ezek az emberek, mint a József Attila, meg a többiek, beleholtak. Nekem egyszer egy pszichológus mondta, hogy bizonyos mértékű öncsalásnak kell lennie az emberben, mert különben nem tudja elviselni a létezést. És az az egészséges mérik az MMPI tesztben, amit a titkosszolgálatok munkatársaival, az atomerőművek munkatársaival szoktak elvégeztetni, mert full totál feltérképezi az emberi személyiséget, és becsaphatatlan, mert azt is méri a teszt, hogy ki akarja becsapni a tesztet. És ott külön kis ugye, számítógép értékeli ki, és külön kis oszlopa van az oszlop diagramban az öncsalás mértékének, és ha az egy ilyen vonal alá esik, akkor aggódni kezdenek az illetőért, hogy túl alacsony a normálishoz képest az öncsalása, és ez egy rendkívül veszélyes, destabilizáló tényező az emberi személyiségben, mert az embereknek a szelleme, nem a lelke, hanem a szelleme, ezt a hiába valóságot elemi erővel érzékeli. Ezért az emberi létezés jelenleg a Földön az abból áll, hogy az emberek a legkülönfélébb pótcselekvéseket
és álértékeket találják ki, és tűzik ki maguk elé, amit drogként használnak, hogy a figyelmüket eltereljék a szellemük belső ordító és sikoltozó ürességétől. Most egy kereszténynek, aki, ahogy a Tamás is mondta, ugye a Szent Lelket a zsidó levél nevezi úgy, hogy az eljövendő világ erői. Tehát amikor a Szentlélek, ezért, és azért a Szentlélek a vigasztaló, a paraklétosz, ő a jövőből érkezik, az új ég és az új föld világából érkezik, és költözik belénk, hogy a szellemünket megelevenítse azzal a reménnyel, hogy van hazánk. Amen. De amikor viszont ez a megelevenítés megtörténik, ettől még a szellemünk ugyanúgy érzékeli azt, hogy ez viszont nem a hazánk, és azért a Pál apostol, akiről nem lehet mondani, hogy ne lett volna egy újjászületett és szent lélekkel betöltött ember, azért ő is azt mondja, hogy én szeretnék ebből a testből kiköltözni, és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb, és csak ti miattatok maradok itt. Ez a pont, ahol Pál apostol és József Attila, ahogy úgy mondjam, találkoznak. Nem tudom, érthető, amit mondok. Természetesen a szellemük az más állapotban van, mert a Páli él, remél, hisz. Bevallom őszintén, nekem olyan problémám, hogy az eljövendő világ a szellememben elhomályosulna, vagy ne észlelném belül. Hát az elmúlt most már elég sok évben ez a problémám, ez az egy, ez tényleg nem volt. De viszont az, hogy a külső világ az nem az otthonom, hogy én itt vándor vagyok, sőt, hogy ez az egész világ mindenség úgy, ahogy van az összes galaxisával, meg mindenével együtt. Ez egy útvilág mindenség. Tehát ez a világ mindenség, ez egy átmeneti, a végcél felé vezető, meglehetősen szenvedésteli pusztai vándorlás. És ugye amikor pedig valakiben nincs a Szentlélek, nincs még megtérve, nincs újjászületve a szelleme, nem él a szelleme, nincs meg ez a reménye, de mégis szembenéz azzal teljesen, ahogy a József Attila írja, hogy próbálok csalás nélkül szétnézni. Ugye az ember végül szomorú vizes sikra ér, nem, próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ez az egyik utolsó verse, megpróbált csalás nélkül szétnézni könnyedén, és összeomlott a személyisége. Most a Salamon azt gondolom, mert ugye végül is őről beszélünk, hogy ő amikor mindent elért, akkor ő egy olyan vákumba került szellemileg, mert a Tóra összes áldása az földi természetű áldás. Tehát az gazdag leszel, sikeres leszel, te adsz kölcsönt, legyőzöd az ellenségeidet, stb. Egyetlen egy szellemi áldás van a törvény áldásai között, az, hogy felkészít téged az Úr magának szent népé. Ez szellemi áldás. De az, hogy a sütőteknőd mindig tele lesz, meg a... ez mind anyagi természetű áldás. Na most, amikor az ember eléri, mert a Salamonnál tulajdonképpen az történt, hogy a törvény minden áldása beteljesedett rajta. És az a megrázó, hogy amikor a törvény minden áldása beteljesedett rajta, akkor majdnem ugyanazt érte át, mintha a törvény minden átka teljesedett volna be rajta, abba az értelemben, hogy fizikailag nagyon jól vagyok, mindenem megvan, minden az enyém, az egész világ, de a szellemem nem tud megnyugodni. Nem tud hazára lelni az irtózatos mennyiségű aranybevételemben, meg az ezer feleségben, meg a gyönyörű palotákban, meg a föld termékenységében. Nincs nyugalom. Ez nem nyugalom. És ez az ő személyiségét beomlasztotta, és ugye ezért történik az, ami az élete végén történik vele, mert látszik, hogy ő is egy kétségbe esett ámokfutásba kerül. Hát tulajdonképpen a rabbinikus hagyomány úgy fogalmazza meg, hogy Salamon bizonyos értelemben átmenetileg megbolondult.
de ez a megbolondulása mögött, ez egy üdvtörténeti szükségszerűség áll. Salamon volt az az ember az üdvtörténetben, aki felismerte azt, hogy a törvény minden áldása, ha beteljesedik rajtam, attól se vagyok boldog. Vagyis elvezette őt a törvény és a törvény minden áldása a messiás utáni kiáltáshoz, hogy új világ mindenség kell, mert ez nem a hazám. És ez az üdv történet szempontjából ez nélkülözhetetlenül fontos volt. Tehát így akarom mondani, ahogyan az Izrael népének például az elmúlt 2000 éves bolyongása, ami a messiás elutasítása stb. Miatt állt elő, arról a Pál a Róma 9:10-11-ben világosan leírja, hogy itt nem arról van szó, hogy az Izrael rosszabb, mint a többi nép, hanem üdvtörténeti szükségszerűség, hogy ezen keresztül menjen, mert ez által az emberiség egésze lehetőséget nyer az Isten országába való belépésre. Most én ugyanígy mondom, tehát a Salamon bukása, az nem lehet csak úgy fölfogni, hogy az az ő bűne. Egy ilyen kaliberű embernél ő egy felkent volt, így nevezi a Biblia, tehát Mashiach, egy felkent személy az apjához hasonlóan. Egy ilyen személynek a beomlása az életének egy bizonyos részében, abban, mint ahogy a Dávidéban is egyébként, ezekben üdvtörténeti szükségszerűség is van. Ez nem menti őt teljesen föl a felelősség alól, én nem ezt mondom. Mint hogy Izraelt sem menti föl teljesen a felelősség alól az, hogy az engedetlensége az apogány. Ettől még Izraelnek ebből meg kell térnie majd. De mégis van mögötte, vagy amit a Péter úgy fogalmaz meg, hogy amit az Isten eleve elrendelt az ő akaratában, azt ti a gonosz kezeitekkel beteljesítettétek, ugye így beszél Krisztus megfeszítéséről, tehát itt egyszerre van egy emberi felelősség, de közben van egy üdvtörténeti szükségszerűség. Egy felkenttel nem történnek ilyen dolgok. Csak úgy. Azért, mert ő elkövetett egy hibát. Ugye nem szabad ítéletet mondani a felkentek fölött ez a nagy helyzet. Dávid sem, még Saul fölött sem mondott ítéletet, és jól tette. A Saul bukása is üdvtörténeti szükségszerűség volt. A felkentek sorsa az üdvtörténetet ír, és olyan dolgokat hoz napvilágra az emberi szellem mélységeiből, amik különben nem tudnának kiderülni, és ha nem derülnének ki, akkor Isten nem tudna ezekre válaszokat adni. És akkor az üdvtörténet nem menne előre. Mert ugye azért mély kérdés, hogy kerülhet be egy ilyen embernek a három könyve a Bibliába, aki élete végén pogány nőket veszel szakmányba feleségül úgy, hogy azoknak az isteneinek azért, hogy a lányoknak tetszen, bálvány templomokat épít, azokba szobrokat állított föl, és oda bemegy velük együtt, és az ő kedvükért meghajol előttük. Tehát a Salamon, tehát ez hajmeresztő, és utána bekerülnek a könyvei a Bibliába, holott egyébként egyetlen könyvben sem olvassuk egészen fixen és biztosan, hogy egyáltalán megtérte ebből, ezt sehol nem írja le a Biblia. A Prédikátor könyvében van egy-két tanutalás, amiből arra lehet következtetni, hogy igen, meg maga a Prédikátor könyve tulajdonképpen, ami kifejezi azt, hogy ő megtért. De ebben is az van, a Prédikátor könyve is arról szól, hogy tulajdonképpen felszínre dobja ezt az ürességet. És ezzel ő a megváltást, ez a megváltás utáni kiáltás. Hát ugye a Prédikátort is ki akarták hagyni a kanonizáció során a rabbik a Sanhedrin. És az énekekénekét is ki akarták hagyni. És hát tulajdonképpen ennyi erővel még azt is mondhaták volna, hogy ott a kopél a beszédeket is, mert hát egy ilyen ember, most ha ma a karizmatikus mozgalomban egy ember az életét, a szolgáltát úgy fejezné be, hogy odáig zűlik, ahova a Salamon zűlött az élete végén,
akkor én nem vagyok benne biztos, hogy annak a prédikátornak a könyveit mi bevinnénk a lakásunkba. Nem? Tehát az, hogy a könyvei bekerültek a Bibliába, ez egy tanúságtétel arról, hogy Isten elismeri, vagy hogy mondjam, üdvtörténeti szükségszerűségnek tartotta a Salamon sorsát. És én újra azt mondom, hogy igen, a szellemem az eljövendő világ erőiből él, de minél inkább él az eljövendő világ erőiből, annál nagyobb, hát közben, hát bizonyos értelemben szenvedéssel tapasztalja, hogy ez a világ viszont nem az otthona. Most mondjak valami, mert ezen a ponton vissza tudok csatolni egy korábbi gondolatmenetedre, amikor ebben az állapotában Pál apostol állította párhuzamba Salamont, aki ugye azt mondta, hogy a meghalás nekem nyereség, az élet pedig Krisztus, és ez valóban így van. De azt nem tudod elképzelni, hogy ugyanez a fajta dilemma, vagy az erre adott válasz, az nem csak ilyen sarkosan fogalmazható meg, hanem úgy is, hogy egyszerűen egy keresztény valahogy érzi a szellemében, hogy még itt kell lennem, mert még vonz nem a meggazdagodás, nem a törvény áldása, nem a ez vagy az, vagy amaz dologi tárgyi feltétel elnyerése, hanem az elhívásom, a küldetésem valami, amit nekem így be kell teljesítenem, és ezért mégiscsak inkább nem azt mondom, hogy vágyom innen elköltözni, hanem azt mondom, hogy vágyom ezt az előttem lévő pályát megfutni. Na most én nem akarom mindenáron hogy is mondjam, isteníteni, vagy megszentelni, vagy felemelni az esetlegesen még nem teljesen megszentelt és testies ambíciókat, de azért azt gondolom, hogy ezt Pál apostol mondta a Bibliában, és csak egyszer, meg most Salamonról beszélünk, aki egy ilyen... Mondjuk Jeremiás azért mondjuk azt mondta, hogy átkozott legyen az az ember, aki örömhírt vitt az apámnak, hogy megszülettem, hogy nem ölt de... inkább meg az anyám méhébe, hogy sose jöttem volna ki erre a világra, és sose láttam volna meg ezt a világot. De most benne van a Bibliában, tehát ez az Isten embereinek ez egy igen gyakori... De most úgy tűnik, mintha én azt... Nem, én azt is elfogadom, amit te mondasz. Az a vágy, hogy a küldetésemet beteljesítsem, az eljövendő világból száll belém ez a vágy. Én sem ezt gondolom. Nem pedig belőlem jön létre. Ez nem az én vágyam, hanem tehát, az Istennek a vágya, aki azzal erősít akkor... meg, hogy ezt a vágyat újra meg újra ösztönzi. Igen. De én most a követőt akarom mondani. De ebben nincsen szerintem, szóval ez nem olyan, mint a személyes ambíció. Vagy. Igen, de én arra szerettem volna utalni, hogy nem feltétlenül csak azt tartom legitimnek, ha az ember vagy bele akarok pusztulni a létezésben, mert ezen a büdös világon semmi értelme nincs semminek, vagy pedig igen, de itt maradok, ti értetek. Szóval, hogy mondjam, ennek a ezt Pál apostoltól elhiszem, adekvátnak. Hát a bele nem akart a Pál pusztulni. Nem, de most én direkt sarkítom. Ő le akart költ. Miért te nem ragadtatnál el ma szívesen? Mert én nagyon. És ez, hát, ez, hogyha nem, ez... És nem csak ma nagyon, mert egyébként egy tök jó napom volt, hanem minden nap. Én persze nyilván van, amikor én is ezt érzem, de van, amikor azt érzem, hogy igen, én nekem itt még meg kell tennem dolgokat. Természetesen ezt én is érzem. És elég sok szenvedés is vár rá. Igen, ezt megfelelő mértékű... Örömmel beszorultabból abba a szerepbe, hogy én vagyok én itt az a sötét. Nem, én úgy érzem, én szorultam be abba a szerepbe, mint aki a földi világ illúzióját. Igazából tök jókedvű vagyok egyébként. És teljesen ugyanazt is mondjátok, az a vicces. Hát szóval, hogy nem? Én ezt nem érzem, de az jó, ha te érzed. Tehát én meg most kicsit olyan szerepet tűnök fel, mint hogyha
Én még abban a naív, naív státuszában lennék, amiben egyébként az ember kötelezően benne is van, ha csak nem akar beleőrülni, ugye az tesztek szerint, de ugye a teszt nem használ semmit, úgyhogy visszatérve, tehát én nem akarom az illúziók világát erősíteni, de azért azt sem gondolom, hogy a földi létezés az okvetlenül minden pillanatban ez a... neked nagyon jó dolgod van, Tomi. Ezt azért ne felejtsd el. De hát az elmúlt években nekünk több százezer testvérünketnek vágták el a torkát, amikor nem volt hajlandó azt mondani, hogy Allah az Isten és Mohamed a profétája, hanem továbbra is azt állította, hogy Jézus a messiás. Azt hiszem 2015-ben vagy 16-ban 9 percenként átlagosan vágták el egy testvérednek a torkát emiatt, amíg te itt remekül érdekelsz egy békés országban. Ez egy borzasztó dolog. Ez egy jó világ? Hát, de ki mondta, hogy jó a világ? Én azt mondom, sőt, én nagyon sokszor elgondolkoztam azon, és remélem, hogy ha ez lenne az Isten akarata, akkor ez nem csak gondolat, hanem tetté is fog változni, hogy ha esetleg én ilyen helyzetbe kerülnék, én mindenképpen elhatározom, hogy... Várom. Hát azt, hogy mártír legyek, azt én nem feltétlenül várom, de azt mondom, gondold hogy... meg. Úgy tudsz lelécelni innen, hogy a legnagyobb erkölcsi dicsőségben hagyod el a teret. Igen, de ha már a várakozás motivációjával történik ez meg veled, akkor viszont már problémás. Nem hiszem el, Tibi, hogy itt ebben az elkényeztetett nyugati civilizációban élünk, miközben az emberiség 60%-a úgy szenved, mint a kutya. Ez a helyzet. És egyébként a nyugati civilizációban is amúgy szellemileg és lelkileg az emberek, ahogy én látom, ahogy én beszélgetek világi emberekkel, fiatalokkal, idősekkel, úgy szenvednek, mint a kutya. A nem nyugati civilizációban meg éheznek az emberek, romlott ivóvizet isznak, ölik őket, stb. Stb. Tehát most, hogyha nem a budapesti létezésnek az éppen jelenleg néhány évtizede békés életét nézem, hanem egy kicsit nagyobb összefüggésben nézem a világot, egyszerűen a Földön a szenvedés sokkal több, mint amennyi az öröm. És én a magam részéről nem tudok, és nem is akarok erről elfeledkezni, ha akarnék, el tudnék, de nem akarok, mert ez egy nagyon átmeneti dolog, hogy most éppen itt. Mi van akkor, ha jövő évben kitör a háború, és az óvóhelyeken fogunk bújkálni, és a tetveket fogjuk egymás hajából szedegetni, Tomi. Jó, figyelj, én biztosan és az benne... a baj, tudod, hogy pont akkor, amikor az emberek általában a történelemben azt kezdik átélni, hogy milyen jó is itt békés, nyugodt kis földi élet, milyen kellemes, olvasd a profétákat, ilyenkor szokták a proféták bejelenteni, hogy hát hogyha ez nektek ilyen, akkor most kicsit át kell élnetek az életnek a másik oldalt is, és ilyenkor háborúk szoktak kitörni, és én például egyáltalán nem lennék meglepődve, hogy az elkövetkező 10 éven belül brutális háborúk törnek. Én is lennék ezen meglepődve, de szeretném még egyszer rögzíteni, hogy nem a földi élet gyönyöreit szeretném itt isteníteni, sem pedig ennek a kispolgári középszerű tengetését. Irtózatos szenvedések közepette. És ennek a hedonizmusátban ellébecolni. Szó nincs erről, hanem arról, de milyen hedonizmus most például? De most szerintem azok a fiatalok, akik szétszívják, meg szétisszák magukat minden nap a bulikba, azok boldogok. Én, amikor beszélgetek velük, úgy szenvednek, mint a kutya, a bulikba is szenvednek, otthon is szenvednek, egyedül is szenvednek, mindenhol szenvednek. Na, én ezzel teljesen egyetértek, én pusztán azt akartam megjegyezni. Isszák le magukat, mert szenvednek, mint a kutya. Én ezt ugyanilyen jól tudom, és én is ezt vallom, de én csak azt akartam mondani ezzel, hogy a földi létezés totális kietlenségének és borzalmának a permanens
átélése, az szerintem nem egy kötelező feladat, hanem azt gondolom, és nem önvakítás és illúzió azt mondani, hogy igen, vannak pillanatok az életben, amikor ezt nagyon mélyen, a teljes valóságában végig kell gondolni, sőt, soha nem szabad... Sose kell, Tomi. Nem kell lenni, sose kell. Jó, de nem. Jön ez magától. Jön ez magától. Igen. Én ezt nem kötelességtudatból mondom, vagy érzem. Jó, de inkább arra vezetne a kötelességtudat, hogy... De most Tibor, nem az egész Biblia minden sora szól erről. Csak a 90%. Hát azért ezt ne arra, ugye ezt én nem tudom így elfogadni, mert egy csomó olyan pozitív üzenet van a Bibliában, még a földi élet és a természetes dolgok szerint. Ha mind megkapsz, akkor éled át a legnagyobb nem választom el most már ezt ilyen hermetikusan egymástól, ugyanis én az új szövetségben élek, és azt gondolom, hogy az új szövetségben a földi szinten megnyerhető áldások is át vannak itatva, és nincsenek hermetikusan elválasztva az eljövendő életeket. Pont most olvastam ezzel, azzal. De nem tudsz megnyugodni ezekben az áldásokban. De ki mondta, hogy ebbe akarok megnyugodni? Nem emellett érvelek, hogy ez kell, hogy legyen a végső célja, mert akkor egy materialista kereszténységet jelenik. Ez távol áll tőlem. Hanem csak azt mondom, hogy a létezésnek ez a valóban nagyon-nagyon drámai kiélezettsége, ez a végzetszerű élet és halál, ez a kérdése, ez a vagy a kietlen pusztaság, vagy most azonnal elköltözök a tökéletes boldogságba szerű dilemma, ez nem az élet minden napjának, minden pillanatát jellemzi 0-24-ben, mert ebbe tényleg bele lehetne örülni, még keresztényként is. Jó, és a Biblia minden lapján sem ezt olvasom, és Pál apostolnak az összes levelében is egyszer szerepel, igen, föl lehet még sorolni, állítom neked 10, de lehet, hogy 100 erre utaló bibliai igét, de ezen kívül is még nagyon nagy gazdagság van a teljes Szentírásban, amelyek nem mindenről szólnak. Én csak azt akartam, hogy most kicsit úgy érzem, hogy hangulatilag is közelíted meg ezt a kérdést, és kicsit ez most túl tengerben. Hát a hangulatot, ha visszafordítjuk héberre, a hangulatot szerintem egyedül a ruach szóval lehet héberre visszafordítani. A hangulatok nagyon fontosak. A hangulatoknál az a kérdés, hogy igazságot... De én nem vitatom ennek az igazságát, csak azt állítom, hogy ez a... Tomi, te félreértesz engem. Én tök jókedvű vagyok. És majdnem mindig. Tehát én nekem nincs rossz kedve. Én nem vagyok mindig jókedvű. Hát én meglátod, tök jókedvű. Ezért. De a jókedvem egyedül az eljövendő világ erejéből fakad. Jó, de az elővendő világ... Mert most ebbe a mostani világban még igazából még mi van? Hát a barátaink meg... Hát nem az, hogy... Akik szintén az eljövendő világ erejéből én is azt élnek, mondom, és kapcsolódnak essenciálisan, és ha nem lenne ez, akkor meghalnának előbb-utóbb, és akkor borzasztó lenne nélkülük. Igen, Tibi, de ez még nincs itt. Tehát esszenciálisan és végérvényesen ez mind igaz. De most benne vagyunk az időben, benne vagyunk egy folyamatnak a közepében. Hát most éppen ezért ebben a folyamatban nem vagyok köteles, és nem hiszem, hogy az Úr ezt várná eltelem, hogy minden pillanatban... De nem vagy köteles, de én ezt, amit mondok, én ezt nem kötelességérzetből mondom. Jó, én meg azt gondolom, hogy ugyanígy látom, mint te, és ugyanígy az eljövendő világot látom tökéletesnek, ez pedig egy élhetetlen helynek. Ez mégsem jelenti azt, legalábbis az én életemben, vagy törekszem rá, hogy ne ezt jelentse, nem így érzem a létezés komfortosnak, hogy minden pillanatban ezt tudatosítom magammal, hanem azt gondolom, hogy az eljövendő világnak a megléte, vonzása, szolgálata, az manifesztálódik egyfajta mindennapi gyakorlatban. Nem mondom, hogy annak minden elemében, de akkor, amikor azt érzem, hogy az Isten akaratát cselekszem, vagy afelé tartok, vagy azt szeretném cselekedni, akkor abban igen. És így átsugárzik. De Tamás, de én se, de akkor az a baj, hogy
most nem csak te érzed úgy, hogy bekényszerültél egy szerepbe én miattam, hanem én is úgy érzem, hogy bekényszerültem egy szerepbe te miattad. Tehát tisztázzunk egy dolgot. Én nekem az alaphangulatom a hétköznapjaimban nagyon békés, nyugodt és jókedvű. Én rengeteget nevetek napközben, és alapvetően tök jól érzem magam. Tehát amit én mondok, az én nem a depressziót szólaltatom ebben meg, csak egyrészt ugye most az egész beszélgetés onnan indult ki, hogy a Salamon hogyan bukhatott meg abban a magasságban, ahova ő följutott. Ezzel én tökéletesen egyetértek. Erről kezdtünk beszélni. Ennek kapcsán a Salamon egyetlen erről rendelkezésünkre álló írásos dokumentumát tudjuk alapul venni, ami a Prédikátor könyve. A Prédikátor könyve az pedig a világ második legbölcsebb emberének a bölcsességével illúziómentesen szembenéz ennek a jelenlegi univerzumnak az értelmetlenségével, ezt kimondja, és kőkeményen szembesíti az emberiséget ezzel, és ez az egyetlen információnk arról, amit a Salamon időskori állapotáról mi tudunk, valamint azok a történeti tények, amik pedig arról vannak leírva, hogy neki volt, úgy mondja, hogy Salamon pedig mikor megvénhedett, megszeretett sok idegen asszonyt, itt minden szó fontos, mert meg szeretett, ahavá, tehát szó legigazibb értelmében, de nem egy, hanem sok, és nem akármilyen, hanem idegen, ami ugye a zará, az a héberben a kül, tehát itt kifejezetten a pogányra is vonatkozik, pogánynő, akik őt bálványimádásba vitték be, amit ő király létére öreg fejjel végig csinált, ami azt jelenti, hogy olyan függőségbe került ezeknek a nőknek a vonzásától, amilyen függőségbe csak olyan ember kerülhet, akinek a személyisége alapjaiig meg van rendülve, és meg van repedezve, és miket mondjak még. Én ennek próbáltam a Prédikátor könyve alapján, és azt próbáltam rávilágítani, hogy ez egy üdvtörténeti szükségszerűség volt az ő életében. Ettől ő még természetesen teljes mértékben felelős is ezért, de az, hogy Isten elfedezéssel kezeli az ő sorsát, abban azért mégis az is benne van, hogy azért ez egy üdvtörténeti szükségszerűség is volt. Én tulajdonképpen ezt akartam mondani. Na most én jobbnak tartom, hogyha egy ember, ha ezzel foglalkozik éppen a Bibliával, van már pedig mi most ezzel foglalkozunk, akkor ezt éli át teljes mélységében, ezzel szembesíti magát, ezt eszi meg, mert a Bibliát meg kell enni, és amikor megeszi valaki a Bibliát, akkor a hasa keserű lesz, a szája meg édes, mint a méz. Ezt nem véletlen élt át János apostol az Új Szövetségben is, hogy keserű lett a hasa és a szája édes, mint a méz, meg Ezékiel. A Bibliának van egy ilyen mélysége, a Salamon életében most erre terelődött a szó, ez az Izrael 4000 éves történelmének a legmagasabb csúcspontján állt be az a fordulat, ami miatt Izrael mind a mai napig lefelé megy, és még nem érte el a mélypontját. Ez a fordulat, ez a hegycsúcs, ez a Salamon életének ezen a pontján fordult meg, tehát ez egy 4000 éves történet csúcspontja és egyben lefelé induló pontja. Ezt nem lehet emberi, pszichés, hogy mondjam, külső kísértések meg ilyenekkel. Itt az emberi szellemnek is a mélysége megnyilatkozik. És ez fontos, ezt meg kell érteni. És én csak azért próbáltam védeni ezt az álláspontot, beleélve most magamat ebbe az egészbe, mert ami egyébként nem nehéz, mert az, hogy a Salamon az egész univerzum értelmetlenségét közli a Prédikátor könyvében, mint az Ószövetség legbölcsebb embere, egyébként a héber szöveg rendkívül szenvedélyes, tehát az szinte az egy
az egy kiabálás szinte, mert maga ugye prédikát, tehát nem királyként írja, hanem prédikátorként, aki ordítozik az emberekkel tulajdonképpen. Tehát én ezt iszonyú fontosnak tartom, óriási értéknek tartom. Újból mondom, hogy az új ég és az új föld után, mert ugye a Tóra nem ad olyan ígéret, tehát az nem tartalmaz direkt módon kimondottan olyat, hogy itt lesz egy eljövendő világ. Hát tudod, hogy a rabbiknak óriási akrobata mutatványokat kellett ahhoz bemutatni, hogy a Tórából a halottak feltámadását egyáltalán bizonyítani tudják. A Tóra alapvetően kicsit úgy van megírva, ugye a szaduceusok mindig erre hivatkoztak, akik a papi családok voltak, hogy a Tóra az ebben a világban való érvényesülésről szól. És a farizeusok azért ütköztek a szaduceusokkal, mert ők azt olvasták ki a Tórából, hogy nem, hanem az meghirdeti, de nagyon-nagyon rejtett módon az eljövendő világot. És ez volt a két párt között a főütközéspont, és a szaduceusok amúgy joggal tudtak erre hivatkozni, mert tényleg, ha a Tórát úgy közvetlenül megnézed, akkor úgy nem süt belőle. Az süt belőle, csináld meg ezeket a dolgokat, és akkor jól lesz dolgod. Itt a Földön, ebben a világban. De most van egy ember, aki még nem rendelkezik az új szövetségi kinyilatkoztatással, nem ismeri Jézus Krisztust, nem olvasta Ézsaiást és a többi profétákat, mert ő előttük él. Az életében megvalósul a Tóra minden áldása, és ő az élete végén azt mondja, hogy ez semmit nem ér. Hát ha ez nem azt jelenti, hogy a Tóra az a Krisztusra vezérlő mester, tehát hogy a Tóra őt elvezette, és nem az átkaival, hanem az áldásaival vezette el a Krisztus után való kiáltásra. Tehát én ezt ezért mondom, hogy itt és ez ennek a mélysége összefüggésben áll azzal a mélységgel, hogy ő hogyan született. Tehát hogy ő egy milyen kapcsolatból jött ki, és hogy ugyanakkor proféciát kapott arról, hogy kedves Istennek, és hogy ugyanakkor mégis az áldás csúcspontján ekkorát bukott. Tehát én ezt akartam mondani. Amúgy meg egyszerűen az empátiámat használom, mindig, ha a Bibliát olvasok, akkor én abba az adott dologba, amit olvasok, abba igyekszem teljesen belehelyezkedni. Ebben a Szentlélek segít is, ugye meg is van írva, hogy a Krisztus úgy iratott le, mint a köztetek feszítetett volna meg. Hát én az evangéliumot akkor érzem, amikor úgy érzem, hogy ott ordítoztam a tövegbe, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg, és ezzel kell most szembenéznem. És ezt elvállalom. Akkor, szerintem akkor vagyunk az igazság pontján. Tehát akkor ismertük meg magunkat kb. Aki azt hiszi, hogy ő nem ordítozott volna ott, az öncsalásban él. Én ezzel mind teljesen egyetértek. Én meg azzal egyébként, amit te mondasz, én teljesen egyetértek, mert én alapvetően jókedvűen élek, és te tudod róla megjobban, hogy én az, hogy tegnap a szikrázó napsütésben a hómezőkön a nyúlnyomokat, meg az őznyomokat, meg a rokanyomokat, meg a borznyomokat nézegettem, meg a vizéket én ettől teljesen... Igen, én mástól vagyok. Mástól pedig ezek a hiába való teremtett világ része, és mégis gyönyörűnek tartom őket. Igen, én mástól örülök ennyire, de hogy mondjam, nem ez a lényeg, ez szubjektív, hanem a lényeg az, hogy én ezzel maximálisan egyetértek, és nagyon örülök, mert tulajdonképpen én is korábban ezt már végig gondoltam, hogy valószínűleg ez szükségszerűségű, legalábbis ha nem is ennyire precízen megfogalmazás, exakt módon, de eljutottam is arra gondolatra, hogy valóban itt tulajdonképpen azt bizonyítja Salamon sorsa, hogy a földi élet ennyi, hogy ez a véges, lezárt végű dolog, és elmentő a falig, és ez a következménye. Tehát ezzel maximálisan egyetértek. Én azt igyekeztem árnyalni egy kicsit, de akkor ezek szerint tulajdonképpen egyetértünk, hogy mivel mi már az új szövetségben élünk, bár kicsit ez nem tartozott legszorosabban a tárgyhoz, de azért ez is egy fontos megközelítés, mi már az új szövetségben élünk, mi már természetesen átéltük, amikor megtértünk a létezésnek ezt, és most is át tudjuk élni, abban a pillanatban, ahogy ránézünk a világra, ami valóban hiába valóságban, sőt, gondosságban veszteget, de
Mégis, mivel a személyiségünk folyamatosan veszi az eljövendő világból a Szentlélek által ezt az erőt, és erre mondtam azt, hogy időnként ezt intenzívebben vagy kevésbé, én sem arra gondoltam, hogy ez bármikor is elhomásul, csak különböző nyomások ezt manipulálni tudják, mondjuk azt. De ezt mindenképpen folyamatosan hisszük, átéljük, bennünk van. És azt mondtam csak, hogy ez egy önvakítás nélküli, mégis optimumra hangolt. Hát ez azt jelenti, hogy úgy megyünk a sivatagba, hogy most már van vízünk. Igen. Ettől még a sivatagban. Igen, hát ezt persze, ezt nem tudom, csak azt mondom, hogy emiatt viszont, ha vízzel mész a sivatagban, meg esetleg még egy napernyő is van nálad, akkor mégsem az élethalál kérdése a permanensen a tét, hanem hogy is mondjam, tudod magad jól érezni valamennyire. Hát mondjuk így 4000 év után, 6000 év után már azért kicsit én unom. Jó, ezzel is egyetértek. Tehát én azt gondolom, hogy ugye, ha tényleg igaz, hogy 6000 éve tart a, tehát hogy 6000 év az megfelel a 6 napnak, és a 7. nap az a 7. évezred, amit azért elég sok ige támaszt alá, plusz totál fixen alátámasztja az ókeresztény hagyomány és a zsidó hagyomány, fix totál, akkor most késő péntek este van, mindjárt lemegy a nap. 14 évünk van Jézus megváltásának a 2000. azaz a teremtés 6000. napjának. Apropó, te mit szólsz ahhoz a predikációhoz, amit nemrég hallhattunk a szerdán a hitparkban, hogy az Úr a szüzek példázatában megjelentett késését, vagyis a vőlegény késését úgy értelmezte, hogy ehhez a dátumhoz képest, amit valamikor a 30-as évekre teszünk. Bocsánat, de a messiási eljövetelének a dátuma az 2000 évvel ezelőtt volt. Elég nagy késés szerintem az emberi történetben 2000 év. Igen, én nem hiszem, hogy ennél nagyobb késés. Na, én csak de egyébként sem most mondtad, de nem, 1000 év, akkor az nem arra késés. Arra vagyok kíváncsi, hogy arra nemrég hallott látásra vagy gondolatra mi a reakciód, ami azt mondja konkrétan, hogy mivel ez a bizonyos 2000 év, ami ez szerint a látás szerint, akkor tehát nem a késés stádiuma, hanem a bekalkulált időé, akkor az ugye a 30-as években jár majd le, és ahhoz képest, konkrétan el is hangzott az hogy akkor 2040, 2060, nem tudom én még milyen számok. Persze, lehet. Tehát, hogy erről mi a véleménye? Hát erre egy anekdotával tudok válaszolni, amikor volt két nagyon asszimiláns zsidó, az egyik egy Cohen nevű újkantianus filozófus, világhírű, uh-huh. Az újkantianizmusnak talán a legnagyobb alakja. Ez mi az újkantianizmus? Hát ez az Immanuel Kant filozófiájának a tovább vitele és további kidolgozása, ami egészen 20. század első felében is zajlott még. Na most ez a nagyon asszimiláns Cohen nevű zsidó filozófus, ez annyira beleérte magát az új kantianizmusba, hogy és abba, hogy ő nem is zsidó, hanem ő egy egyetemes ember, aki a német klasszikus filozófia, stb. És ugye az ő tanítványa volt Franz Rosenzweig, aki abban az időszakban, mivel akkor még nagyon fiatal volt, szintén ugyanebben a zsidó asszimiláció bűvöletében élve, meg volt róla győződve, hogy az, hogy ő zsidó, az semmit nem jelent, és lelkesen hallgatta Cohen újkantianus óráit. Összebarátkoztak, és egyszer este sétáltak, azt hiszem, Bécs utcáin, és már mindent megbeszéltek a világ, ugye, tehát ugye az észlelés a priori szemléleti formáinak a viszonyáról, a magában való dolog megismerhetetlenségének, ám de posztulálhatóságának a lehetetlen és lehetőségéről. Köszönjük, hogy ma is hallgatottunk. És amikor kisé elfogyott a téma már, és csak egymás mellett... Együnk egy lángost! És csak egymás mellett némán vaktattak Bécs utcáin, akkor egyszer csak Cohen megszólalt, hogy úgy 20-30 év, és eljön a messiás.
Rosenzweigtől teljesen kikészült, mert hát azt hitte, hogy itt mi asszimilán zsidók vagyunk, és hogy mondhat valaki egy ilyen ősi, képtelen baromságot, de hát ugye ezt így nem merte megmondani a szerető tisztelt mesterének, hanem a továbbra is a kanti filozófia magas abstrakcióiban szárnyalva, rendkívül hosszú körmondatokban próbálta érzékeltetni a Cohennel azt, hogy hát ilyen nincs is, amiről ő beszél. Cohen miután körülbelül 5-10 perce már hallgatta az ifjú Rosenzweigt, egyszer csak a szabába vágott, és azt mondta, na mondja meg őszintén, mire gondol? 2-3 év? Szóval ez az anekdota jut eszembe arról, amit kérdeztél. Hogy mondjam, késhet persze, hát mondjuk már 2000 éve lejárt az ideje, de természetesen még egy 20-30-50-60 év az simán belefér. Én ehhez se ragaszkodok, tehát csak úgy egyébként mondom, hogy mondjuk a világban látható politikai, gazdasági, pénzügyi, kulturális, vallási, katonai, környezeti összes tényező küllőszerűen, ahogy a bicikli küllői mutatnak az agy felé, úgy mutatnak arra, egyébként még világi futurológusok is azt mondják, hogy a világban jelenlévő összes magunk előtt görgetett, megoldhatatlanul görgetett problémák, mint például az iszlám és Izrael, a világgazdaság, globális gazdaság állapota, a környezet állapota, és így tovább. Egyik sem megoldható. Folyamatosan görgetjük magunk előtt, és ezt vizsgáló világi tudósok is azt mondják, hogy a Schatzper kb. A század közepén egyszerre fog az összes beomlani. Hát szerintem éppen eléggé elszomorítottuk már a Salamonos résznél is a kedves hallgatókat. Igen, de viszont hülyek voltunk a publikátor. De viszont ha jól látom, Máté, mint egy igazi mai modern média személyiség. Most engem ki fog tiltani. Igazából ezt az átmenetet akartuk a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen holnaptól Tamással fogok itt beszélgetni. Sajnálom, hogy ezt így kell. Hát az embereknek ma optimista üzenetben van szükséget, akkor Tibor. Viszont hamuval a fejemen és zsákban érkezem a legközelebb, és a biztonsági embereken áttörve fogom bekiabálni mikrofonba, hogy azt hadd kérdezzem meg utolsó kérdésként, mert végül is csak a hatásáról, meg a mechanizmusáról nagyon röviden és tömören végül is ki volt nektek? Nektek ki volt Salamon a ti szíveteknek? Tamás már beszélt róla valamennyit. Nem, hát miért egész... Hát én most gondolkodóba estem, mert ezt még így nem gondolom. Akkor én elmondom. Végig? Igen. Addig és addig gondolkozzá. Én... A megtérésem előtt Tamással együtt egy meglehetősen deviáns életformát éltem. Ugye ezt hirdettük, nagyon meg voltunk róla győződve. Amikor megtértem, és nem sokára a példabeszédek könyvének olvasásához eljutottam, akkor az első és legmélyebb alapélményem az az volt, hogy mindaz, amit én értéknek és követendőnek tartottam, azt a példabeszédek könyve bolondságnak nevezi, és mindazt, amit én a kispolgári életmód megvetendő, szörnyű izének, azt pedig a példabeszédek könyve bölcsességnek nevezi. Én amikor azt hiszem egy nap alatt végigolvastam az egészet, és utána ott ültem, és azt éreztem, hogy én egy komplett bolond voltam, és tulajdonképpen vagyok is még mindaddig, ameddig el nem fogadom azt, hogy amit ez a könyv mond, az igaz. Hogy valóban az a bölcsember, a
aki az édesapját örvendezteti, és nem pedig ellene lázad, hogy valóban az a bölcsember, aki szorgalmasan dolgozik, és az idejét nem hiába valóságokra és mindenféle értelmetlenségekre pazarolja, hogy és így tovább, és így tovább, és így tovább. De az egész könyv azt üzente nekem, hogy bolond voltál, fiam, és ideje lenne bölcsé válni, és mindent kidobhatsz a kukába, amit eddig gondoltál. És én ezért végtelenül hálás vagyok ennek a könyvnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy attól kell, tehát nem, ez odáig ment, hogy az ágyam fölé fölszögeztem a falra, hogy mint az ajtó forog a sarkán, úgy forog a rest az ő ágyában. Ugyanis reggelenként, amikor megszólalt a vekker, akkor én egyszerűen átfordultam a másik oldalra, hogy aludjak tovább. Ekkor azonban megpillantottam a párnám mellett a falra kiszögezett feliratot, hogy az ajtó forog a sarkán, úgy a rest az ágyába. És ez el tudta érni, hogy én időbe fölkeljek. Ami azelőtt soha senkinek nem sikerült tulajdonképpen. Tehát ugye mondja is a könyv, hogy fegyelmező erő van benne. Az elején a felvezetés mondja, hogy ez a fiatalnak igaz fenyítéknek van adva. Ebből a könyvből tudtam meg, hogy a bölcsember szereti, ha megfenyítik. Mert én azt azelőtt utáltam. Azt is ebből a könyvből tudtam meg, hogy akik utálják a fenyítéket, azok bolondok. Én attól kezdve szerettem meg, hogyha megintenek. A példabeszédek azt mondja, hogy a bölcs szereti az intést. Ez tőlem teljesen idegen volt. Tehát ezekre rá kellett magam gyakorolni. És az életem jobbra is fordult. És haladéktalanul elkezdett fölfelé emelkedni mindezen elvek követése alapján. Úgyhogy azon túl, amiket én eddig már elmondtam, mert nekem Salamon azt is jelenti, amiket eddig elmondtam, tehát az ő pályáját én egy... Az ő sorsa az egy üdvtörténeti sors, tehát annak minden eleme, eleje, születése, eleje, közepe, vége, az maga, az egész élete egy üzenet. Tehát Isten igéje maga a sorsa. És akkor így pedig a könyvei, pedig az én számomra valóban Jézus Krisztus után a Földön valaha élt, és valószínűleg ezután is már felülmúlhatatlanul legbölcsebb embernek a szavai. Felbecsülhetetlen értéknek tartom. Én nekem két dolog jött fel Salamonnal kapcsolatban. Nem élt ezt megemlíteném, még arra reflektálnék, amit a Tibor mondott, azzal kapcsolatban, hogy Salamon az Isten felkentje volt, és mivel a felkent történt eseményeknek mindig van történeti jelentősége, ezért én bátorkodom ezt magamra, illetve magunkra is vonatkoztatni, hiszen mi is az Úr felkentjei vagyunk már Krisztusban, és ez egy nagyon nagy vigasztaló. Már ketten a Tiborra? Nem csak mi ketten, hanem te is, és még nagyon sokan. Tehát, hogy az előbbi beszédeimből nem derült ki, hogy mi vagyunk a két tanú. Na, akik gyászruhában csapásokkal sok. Ne vicceljük el, mert komoly dolgot akartam mondani. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy vigasztalást ad, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy szétesik, hogy felaprózódik, hogy nem tudja betölteni az elhívását valami miatt, hogy olyan nagy a nyomás az életében, hogy nem tud vele elbánni, akkor is reménykedhet és bízhat abban, hogy lehet, hogy most ezt élem át, de ennek is van értelme, sőt ennek az értelme
mások számára is gyümölcsöző lesz. Nyilván feltéve, hogyha én mindenbe kitartok, de én a magam részéről ezt eltökértem. Én itt akartam hozzátenni még az előzőhöz, és most azt a két dolgot szeretném elmondani, ami engem személyesen is jobban köt Salamonhoz. Az egyik az a példabeszédek könyvének negyedik fejezetében található, azt gondolom, az egész emberi életre vonatkozó központi jelentőségű ige, amely úgy szól, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet, vagy eredetiben abból nyílnak az élet járatai, vagy az élet, hogy van Tibor, egy eredetiben az élet... Hát még nem tudom fejből, hiberül az egész szentírás. Jó, szóval ha csak a kár... Szerencsére. Az élet forrás, akkor az élet járatai, az élet forrásai abból nyílnak. Egyébként te beszélsz. Igen, hogyha most kisegítesz engem, akkor megköszönöm az eredeti hez közelebb álló fordításból. Abból vannak, nyílnak az élet kijáratai és kimenetelei, írja a Szent Pál Akadémia példabeszédek fordításának a lábjegyzete, amelyet Hak Márta és Grül Tiborné Csalog Eszter készítettek, akiknek ezúton is szeretném a legnagyobb tiszteletemet és köszönetemet. Az imit fordítás közelebb van ott, azt írja, minden őrzendőnél jobban óvja a szívedet, mert abból erednek az élet forrásai. Igen, hát valószínűleg mindez együttesen benne van az eredeti jelentéstartalma, tehát ez egy hallatlan horderejű ige számomra, amit Salamonnak köszönhetek, illetve az rajta keresztül az Úrnak, mert ez nekem egy visszatérő ige az életemben, mert ez egy iránytű, ez egy talán Haim. Igen, igen, az életnek. Az életnek, tehát többes számba forrásai. Tehát ez egy hallatlan jelentőségű ige számomra, mert ez számomra egy origó, mert mindig segít visszatérni ahhoz, ami igazából én vagyok, a lényeghez. Mert tulajdonképpen, amit én tudok adni az Úrnak, egy másik embernek, bárkinek, az egész létezésemmel. Akkor ugye ráadásul az életek kijáratai, igen. Mert nem csak egy élet van, igen. Hanem szellemi élet, lelki élet, fizikai élet, anyagi élet, kulturális élet, érzelmi élet, ima élet, az mind élet. Társadalmi élet. Társadalmi élet. Ja, szóval mindez a szívből jön, így van, és számomra ez azért felbecsülhetetlen jelentőség, mert ez az origó. Tehát ott tartottam, hogy minden, ami én vagyok, az ez. Minden, amit én tudok adni, az ez. Ha ez nem lenne, akkor minden, ami én vagyok, az hiába való, távol legyen. De ugye ennek fényében az az ige, amit néhány fejezettel később a hiányos szívű fiatalemberről mond, vagy akinek nincs szíve, vagy ahogy a köznyelv is mondja, hogy szívtelen, az annál, hát hogy is mondjam, horrorisztikusabb és drasztikusabb, hiszen annak nincs lényege. Annak az az ember valójában nem is ember, vagy hát hogy is mondjam, hiával van. Bár egyébként tudod, hogy erre is van megoldás a példabeszédekben. Igen. Hogyha nincs szíve. Akkor szerezzen. Menjen el és szerezzen. Igen, igen. Hála hát azért van remény. Így van, hála Istennek az örömhír abban is benne van. A másik számomra felbecsületetlen jelentőség meg mindannyiunk számára, de most ezt emelném ki, az pedig a példabeszédek könyvének 8. fejezete, ahol a bölcsesség egyes szám első személyben beszél, de mindezt olyan félreérthetetlenül főleg az új szövetség aspektusából Krisztusra utalva teszi, hogy mindenki, aki az új szövetséget elfogadja Isten igényének, és én feltétlenül, az félreérthetetlenül, félreértelmezhetetlenül felismeri benne a messiást, akiről olyan fantasztikus titkokat tud meg, hogy például az atyával együtt teremtette a világot, az atyának társa volt a teremtésben, gyönyörűségét lelte az emberek fiaiban, sőt játszott. Tehát, hogy a messiásnak a játékos arculata, játékszerető arculata bontakozik ki ezekben a fantasztikus kijelentésekben. Továbbá az, még sok-sok más mellett, amit most nem
sorolok fel, de továbbá az, amivel a fejezet záródik le, hogy aki vétkezik ellenem, mondja, az erőszakot cselekszik a maga lelkén, tehát tulajdonképpen a messiásnak való engedelmesség az nekünk jó, és ennek a megtörés, ennek neki való engedetlenség az magunkkal a legnagyobb büntetés, kiszúrás. És egyébként, ha már a játék bejött, hogy én is tényleg ne egy ilyen szörnyetek képében távozzak. Sajnos lejárt a műsorizmunk, erre már nem lesz lehetőség. A kedves hallgatók ezt gondolják. Hogy én is azért egy evangéliumi üzenettel hadd fejezzem be, teljes szívemből, hogy ennek az univerzumnak, mert itt ugye azt mondja, hogy a bölcsesség, a messiás szelleme, együtt teremtette, építette, mint építőmester, és egyben a szó dajkált fiút is jelent, építette és építi folyamatosan a világ mindenséget Istennel, és e tevékenység lényegeként, és ez szerintem egészen fantasztikus, a játékot jelöli meg. Azt mondja, hogy gyönyörűsége voltam, mondja a bölcsesség, hogy mármint, hogy Istennek gyönyörűsége voltam játszva az ő földjének kerekségén, kétszer is használja ott a játékot, hogy játszom a föld kerekségén, és kétszer használja a gyönyörűség szót, hogy tudnék, az atya ő benne gyönyörködik, miközben játszik, és ő pedig gyönyörűségét leli az ember fiaiban, ami ráadásul, akárhogy is nézzük, azt jelenti, hogy a bűnbe esett emberiséget is szereti, hiszen az ember fiai, az így ebben a formájában már nem az édenkerti állapotra utal, hiszen Ádám fiai már az édenkerten kívül születtek, és ennek ellenére a messiás nem csak a szó elvont értelmében szereti az embereket, hanem az igazi szeretet ugye az, hogy valakire úgy tudunk ránézni, hogy jót látunk benne, tehát, hogy legalábbis jót is látunk benne, és hogy ugye, ha nem elvont teológiai fogalomként használjuk a szeretet szót, akkor hanem valós értelemben, akkor akit szeretünk arra, amikor ránézünk, akkor tudjuk benne a gyönyörűségünket lelni. Tehát egy szülő az egyébként nem tökéletes gyerekét, és ha elnézi, így játék közben, vagy akármi, akkor mosolyra húzódik önkéntelenül is a szája, mert gyönyörködik a gyermekében. Hát bevallom, bár ez lehet, hogy itt túl behizelgőnek hat, de tök őszintén mondom, hogy például amikor a gyülekezetben fönt a színpadon ülök, és várom, hogy szolgáljak, és lenézek a gyülekezetre, én megmondom őszintén, én nekem annyira tetszik az, amit látok, tehát az emberek arcán, meg az emberek, meg az, hogy látom azt, hogy ez a testvér is 25 éve itt van meg, és mindig itt van, és minden alkalma eszembe jut az ige, hogy a felségesekben és a szentekben van minden gyönyörűségem ezen a földön. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy valamiképpen a messiás, bármilyen furcsa is ez, de gyönyörűséggel tud nézni még az amúgy elég rossz állapotban levő emberiségre is, még mindig lát az emberekben, beleértve a még meg nem váltott embereket is, valami jót, mert hát ezért is adta oda az életét, akkor, amikor még az egész emberiség bűnben volt, akkor halt meg, értünk. Tehát ez a gyönyörködés, és hogy kétszer szerepel, tehát itt a gyönyörűség, és kétszer a játék szó, az egész univerzum teremtésére vonatkozóan, és talán ez az a válasz, ami Salamon saját könyvéből egyensúlyozza ki, amit a Tamás is hiányolt belőlem, a másik oldal, hogy talán az az egy értelme van ennek az univerzumnak, hogy ez Istennek egy gyönyörű, szép játéka, ami egyébként időnként elég drámai játék, tehát bizonyos értelemben nagyon komoly játék,
el is lehet kárhozni benne. De, de végül is mégiscsak alapvetően arról van szó, hogy az Isten játszva teremti az univerzumot, és a következőt is játszva fogja teremteni. És ez engem a sivatagi vándorlás mellett az Új Szövetségben a Szentlélek által kapott víztartalékok mellett, azért nekem ez is fontos, hogy ez a bizonyos értelme azért nem teljesen komoly. Homokvárat szabad építeni. Köszönjük. Hát, köszönöm, hogy teljesen nagyon csaptad a gyönyörű szép. Igen. Ez nem csak nem teljesen komoly volt, valami pozitívság felé. Nem csak nem teljesen komoly, ez komolytalan volt. És a maga, magyar sláger szerzemények múzeumába kerültem. Hirtelen az Apostol együttes slágere derengett fel szemeimet. A homokvárat építettem, ugye Szenes Iván. Hát köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük a segítséget Tenke Anitának, Kisdaróci Adriennek, Kassai Robertnek. Ezzel búcsúzunk, minden jót nektek. Szerint.